No, Szója készen állsz. Én készen állok. Sziasztok! Ez a Lyrics Podcast. Szövegelmézés Áron Andrissal. A mai évad záró műsor egy igazán rendhagyó darab. Mivel széket cserélünk, és ma én kérdezem a számomra, rendkívül kedves és inspiráló Kókai Barnikát, a már a hosszú kanyargós utakat bejárt karrieréről, zenekarával, egészen a kezdetektől a napjainkig. Elmézgetünk kicsit a friss lemezzel megjelent Southern Oracle számairól és szövegeiről, na és persze az izgalmas és vicces történetek sem maradhattak ki. Röviden két jó barát beszélget hosszasan. A szám, amit választottam, a Skypusher, ami a 2018-as Hirath című lemezen megtalálható. Szöveg és link a leírásban. veszük ezt Lyrics. Lyrics. Szövegelmézés. 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 Kókai Barnabással. No, hát akkor egyrészt először is üdvözöllek a saját műsorodban. Szervusz, kérlek! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Részemről a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Elég sok egyeztetés volt, amire ez összejött, összeállt az erőmű. <laughs> Első kérdésem hozzád, Igen. amivel mindenkit kínzol az elején, hogy hogyan telik, hogyan tehet? Ez <gül> elmúlt <gül> másfél, egy másfél év covid -ba. Mennyire volt neked amúgy ez egy ilyen, maga ez a műsor egy ilyen elmenekülő, megmenekülő valahova? Hát mindenképpen... <laughs> Ez egy ilyen mencsvár volt a COVID-ügyi eh, dolgok közepette. Eh, igazából, hogyha a zenekaros részét nézem ennek a COVID-nak, akkor a mi szempontunkból tök jól jött, konkrétan. Mert eh, így végképp volt időnk arra, hogy megcsináljuk azt a lemezt, amit egyébként is beterveztünk eh, az évre, és, eh, és nem kellett azzal foglalkoznunk, hogy akkor most próbálni, mert hát nálunk... Eh, aki esetleg valamennyire euh, tudja, hogy hogy működik, a zenekarunk nagyon nehéz egy próbát is összehozni, és így legalább nem kell arra úgymond pazarolni azt a kis időt is, amit össze tudunk euh, hozni zenekarilag, hogy akkor most próbáljunk, hanem ténylegesen tudtunk foglalkozni az új számok írásával, és, euh, és amellett, hogy iminek volt egy csomó témája, amit otthon megcsinált, elküldött Béla, ez gumidob, bepötyögő, kész van, én meg a szövegeket egyből tudtam az alapján csinálni, hogy ugye elindult a COVID, március környék, március közepén ért Igen. ide hozzánk, és akkor utána, akkor kitáltuk, hogy itt valamit azért kéne kezdeni munka, akkor csináljuk meg a lemezt, jó, jó, jó és addigra már annyira eszkolálódott igazából ez a dolog elég hirtelen, hogy hogy az engem szövegileg azonnal inspirált, úgyhogy azt hiszem két hét alatt kész voltunk az egész Aha. lemezzel konkrétan mindenki otthon ült, laptop fölött én felsúsíztam, ahogy szoktam. De és uh... v, de, is a, 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 e -közben Várj, csak most időrendi sorrendben, mm. hogy, hogy mikor, mikor volt neked az, hogy kipattant a fedbe, hogy akarsz csinálni egy ilyen podcastot? Egy ja, podcastot. A podcast az igen. meg... Ö... Vagy ez a kutyasé, azt mondtad, hogy ilyen kutyaséttágatás közben szoktál hallgatni. Kutyasétt a közben podcasten. hallgatom most már több éve, igen. a, a, a reggel este van egy óra kutyaséttája, és ö... mi, mi, a közben... Mi, miket hallgatsz például, milyen podcastot hallgatsz? Igazából nagyon sok félét. A legtöbb ilyen filmes témában lévő, mm -hmm. például van egy olyan, ahonnan ugye a Fast and Furious filmeket is elkezdtem most szeretni, és Ja, ugye, mert Barnika most nézi a Fast and Furious. -t. Megcsinálom a jogsit is, úgyhogy amelly extra jó újra nézni. Mikor kell nyomni a nitrót időben. Az például hogy olyan egy How Did This Get Made, az a címe, és három ilyen nagyon hülye színész, arról beszél, de már vagy tíz éve csinálják ezt a podcastot, és az, hogy megnéznek valami nagyon szar filmet, ráveszik magukat, és utána két órán keresztül arról beszélnek, yeah. hogy, hogy ez mennyire szar és hogy a faszba csinálták meg ezt a filmet egyáltalán. És, és annyira meghozták a kedvem a Fast and furious hogy azóta imádom. Szóval ilyen teljesen indokolatlan podcastok, amiket a legjobban szeretek bennük, ja meg ilyen stand uposok is, akiknek kettő is van olyan, amit a Covid alatt kezdtek el, mert ugye nem tudtak fellépni, yeah. és akkor valamit csináljanak, aztán podcastot nyomtak, és ezeket tökről és azt tetszik a legjobban ezekben, hogy nincsen megvágva. Ez volt az, ami a legjobban megtetszett, mert hallgattam csomó másik podcastot is, elkezdtem, és félbehagytam őket ilyen. Másfél rész után, mert rohadtul idegesített. Ilyen rádiós. Hogy e, ilyen tökéletesre van megcsinálva. hogy Most én nem azért akarom ezt meghallgatni, Igen, mert, mert hogy mivel nem rádió, Persze. meg nem tévé, ezért nem az van, hogy, hogy meg kéne vágni, hogy beférjünk a műsoridőbe, akkor meg minek vágják, meg is rohadtul idegesítő. Például van a Dexe az így színész csávó, olyan vigetik színész, és most már nem tudom, nagyon sok éve podcastból él, mert annyira király vendégei vannak, annyira jó, ahogy dumál, viszont nagyon zavar, hogyha találok egy podcastot, előről kezdem mindig. A, tök egy hány éve van, 500 ezer rész, elsőtől kezdem hallgatni. És az azért meg van vágva a kérdés és a válasz is, az összes ilyen őzés, meg mindenki van vágva. És úgy már, hogy ez nem, 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 ezt, nem bírom. Úgyhogy ez volt igazából, ami így arra sarkalt, hogy csinálj egyet én is, mert hogy azok tetszettek a legjobban, ami legtöbbször ilyen nincs tétje, nincs megvágva, tök jót beszélget, két ember, vagy több, akik uh, legtöbbször jóban is vannak, és emiatt egy csomó ilyen inside joke megy, és, és kurva jó az, hogy amúgy tökre nem vágom, hogy, hogy mi ez a poén, viszont utána elkezdtem keresni a munkásságukban, hogy mi volt az a belső poén, ami rögnek, és egy csomó mindent még meg tudok a podcaston kívül is, nekem ez volt, ez tetszett, hogy igazából meg is dolgoztat egy ilyen podcast, ha tényleg érdekel a vendég. Ja, ja. Mert így, főleg az inside joke -ok, ez az, ami ugye nem jó marketing, hogy arról beszélsz, amit a hallgató nem vág, viszont nekem pont ezt tetszett, hogy nem az ja, lenne, ja, nekem hogy is ezt lényeg, ezeket. kurva jók, mert akkor tényleg ja, utána ja. is néz a dolgoknak, és ezek a podcastok voltak, amik arra sarkaltak, hogy főleg a covid ot amikor nem találkozunk, semmi nincs, hogy az -e egy ilyen beszélgetés, mert ugye, hát mi mindig a. ezt szoktuk, amikor ugye együtt játszunk, Igen. hogy iszonyatos izé, dumálás, csak az inside jogok, borzasztó, kegyetlen semmi, és arra gondoltam, hogy ezt, nyomok egyet, azzal nem foglalkoztam nyilván, hogy hányan fogják hallgatni, és tök meglepő, hogy hogy ezek a tényleg a belsős poénok, fasság nincs vágva, semmi, ez ennyire ennyi kurva jó, hogy így elkezdtek ilyen szövegelemzésként így elindul a valami mm, de mm, meg még 80%-ba hozzácsapódik egy igen. ilyen kurva jó beszélgetésem, hogy ez, ja. igen, hogy mindenképpen az legyen az, tehát hogy legyen valami alapja, struktúrája azért a műsornak, hogy ne csak simán tényleg fasságokat dumáljunk, hanem kicsit fel akartam hívni a figyelmet tényleg arra, hogy a szövegek mennyire fontosak egy zenében, mert nem tudom, hogy neked mennyire tűnt fel annyi rész megcsetem a hogy nem emlékszem az meg, hogy ezt kérdeztem tőled az első részben, hogy neked mennyire tűnt fel hogy például te szövegeidet mennyire, ha figyelik, vágják és értik mert nekem borzasztó rossz az hogy nyilván van egy ilyen tök jó kemény maga TSO közönségben, akik így tökre értik is, hogy miről beszélek, miről szól a zenekar, a mondani való, viszont tök durva az, hogy akik meg így nincsenek a belső körben, se a ts se a többi zenekarnál így semmi. fogalmuk nincs, hogy, Nem, hogy, semmi. hogy Szám, miről. Számcím is nehezen. Igen, Tudod, én a szám cím még úgy vagyok, hogy... Ó, az jó, az jó, az jó, ez az jó durva. Tudod, I am the hell. I am the hell. I am the hell. Uh, azt játszátok. Uh, e, igen. Tehát engem, a, nekem az... az, az hát pláne órisest. itt a kárpát medencébe ez a, ez a százalékel rendkívül alacsony sajnos, úgyhogy igen. Szint úgy, ez, szint úgy, Nekem ez nagyon rossz volt, hogy hogy szembesülni. Például, amikor mit tudom, kirakok, Igen, pláne, kirakok egy bóra. Bori... munkát raksz bele. Nagyon. nagyon részletesen, nagyon sokáig készülsz rá, az pipágatod pipálgatod a Nem, telefonodba. OCD. A ocd hogy mi van, és aztán itt van egy ilyen koncept, mi izé, viszonyat komoly dolog, és így... Közük nincs Ez eh, 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 How, how are you? Igen. És, semmi, és sem töstök, Do you speak hungry? Later? Do you, do you. <laughs> és, és, ugye tényleg ez, hogy, hogy amikor kiraktam mondjuk artwork vagy ilyenek, és akkor jöttek rá, hogy hát hogy most itt, most itt, ezzel foglalkozik, ilyen témával foglalkozik a zenekar, hát ez nekem ez így nagyon messze tőlem, és így, uh -huh. hát ezzel foglalkozik. Mindig is tíz éve. Ezzel foglalkozik, ez a nekor, azért, mert nem volt mondjuk annyira éppen egy-egy rajzban, meg, meg dizájnban, bármiben szembe Orbán így berajzolva az arcodba, addig nem. És, és, meg, tehát, hogy az rettenetes volt, hogy, hogy hogyha a rajz az arcába lett nyomva, akkor jött rá, hogy itt mi a mögöttes tartalom, és ez volt nálam olyan, hogy így tényleg ennyire fogalmuk nincs, De hogy De mi a várj, fasz. az Exodusnál, most az úgy lemezné, ott, mm -hmm. ott volt Igen. most ilyen. konkrétan rengeteg. Több, hogy, rengeteg. De tök jó. Ezért, állj, az is... én rájuk húztam az X-et. Nem hallgatlak többet, vagy mi? Olyanok voltak, hogy izé, hogy, hogy neki a, az ideológiájával ez ellentmond, és tök jó volt, hogy egyébként sokan ez ilyen paradox, hogy hogy tök jó, hogy értelmesen tudták ezt közölni, nem pedig úgy, hogy hanem, hogy ezé, tökre sajnálom, mert hogy amúgy én egyáltalán nem így gondolkozom, pedig szeretem a zenekar nagyon. Na hát ez is valami akkor. Ezért mondom, is tehát, az hogy jó, az, hogy jó volt, hogy, hogy, hogy értelmesen tudták, csak tök volt, hogy ennyire értelmesen tudnak kommunikálni, és ki tudják fejezni magukat, és akkor, akkor hogy a faszban nem esett le, hogy ez mindig is ez volt. És ez volt nekem az egyik ennyi egy nem, 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 nézik át ennyire. Nem, szóval. de hogy ennyire nem átnézni, az nagyon durva, és ezért voltam. Úgyhogy na akkor most, mert egy ideje már gondolkoztam, hogy csinálni kéne egy ilyen beszélgetős podcastot, csak nem akartam a semmiről. Mert hogy értem, amikor egy tök nagy színész vagy egy valaki csinál egyet a semmiről, akkor az azért valid, mert hogy van neve az embernek. De most én mi a fasz kezdjek el? Nagy Ervinnel. <laughs> <Sz> Egy ilyen jó beszélgetés. Tudod, a hardcore-ról. A hardcore-ról, a mentalitásra. Ezek, én milyen volt Szegedan a garabonciásban, úszem benne. Hiszed Hefhárt rajongó. <Sz> Ú, Boston hardcore, nagyon. Szóval hogy úgy voltam vele, hogy semmi, és akkor amikor jött ez a TSO-val, hogy tényleg vannak, akik ennyire megdöbbennek, hogy miről szól a zene, akkor mondom, tényleg legyen az, hogy akkor ez a középpontja a és emellett meg ugyanúgy pofázása belsős poénokról, bármilyen hülyeségről, a turnésztorik nyilván, mint, amik mennek. De hogy ez volt a, az egész, ami kihozta belőlem, és ez mind össze tényleg a pandémiával, hogy belettünk zárva, legyen valami, meg egyébként is pandémia ide vagy oda, kurvára oda kéne figyelni a szövegekre, és úgy gondoltam, hogy akkor ez... Hát meg a másik az, hogy én ezen csomót gondolkozom mostanában, ami megmondom, hogy kurvára dühít, hogy így legszebben én se elkezdenék egy podcastet magamnak, mert annyira elegem van abból, hogy, hogy, most az utóbbi időben, most több mint egy utóbbi hány évben, de az utóbbi kettő-három évben nagyon jellemző, az, hogy így konkrétan így zenekarokkal, most nem csak saját magamról van szó, mm -hmm. ő így ilyen interjúk. Ja, semmi. semmi. De most hogy még, még, régebben, szóval, hogy volt ilyen, 2016 után jött ez, hogy így, hogy ilyen olyan interjú, ami élőben történik, meg is egy beszélgetés, ami á felejtsd el semmi. Ezt Maximum e-mailbe izé, hogy van, és akkor e-mailbe válaszolsz, és akkor izé, és, és utána átírják amúgy is a válaszodat. Átírják az Persze. egészet, és ezt lehet legyen egy valami, mert nem tudom, hogy ez borzasztó. Vagy a másik az, hogy behívnak a Petőfi tévébe, és akkor hát köszönjük, hogy itt vagy, milyen az idő, honnan a név, mérjen a, tehát egy ilyen semmit mondó interjút, Igen. nulla tartalommal, és így konkrétan így ez van. Úgyhogy most szerintem így aranyat ért tényleg egy ilyen podcast, hogy szóval kurvára kell a zenekaroknak, pláne így, hogy kurva nehéz koncertezni, pláne aki most a kacsel egy új az hát el sem az... tudom képzelni, ja. milyen lehet. De hogy még pluszba, így, így, így semmilyen médiumban nem tudsz így jelen lenni, szóval, hogy... Igen, mert tehát a zenekarok azért nem olyanok, hogy mert egy csomó mindenki most már ugye ebbe a nagy modern világban, ez egy youtuber, meg mit tudom én, influencer, meg nem tudom, és akkor hogy mondja a gondolatait, de azért egy zenekar, ezt nem... Tehát ez hogy hogyha zenekarként csinálnál egy ilyet. Legábbis benne mindig ez volt, hogy ugye én azért a teljes mindig tényleg a szövegek, az artwork, a koncert, koncert közbe beszél, és koncert után beszél, és mindig mondani, hogy mit gondolok. És, és tényleg akartam valami outletet, ami még ezt egy picit tovább viszi, mint ahogy mondtad, jó. hogy nincsenek ilyenek. Olyan. És, 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 és miatt ezt a podcastot kitáltam, azért agyaltam ezen, hogy mit tudom én, de hogy te csinálni egy ilyen influencer-szerű csak úgy pofázok az ilyen kurva ciki zenekarként. szerintem amúgy, amúgy nem feltétlenül, például amúgy Iván a Parazónak is van egy ilyen saját podcast is. És... Azért mondom, hogy a, majd arra gondolok, hogy a podcast előtt is jaj, gondolkoztam, jaj, jaj. hogy valami, amíg nem jöttem igen, rá, igen, hogy igen. jobb az meg tessék a podcast, és mert az, az akkor egy tök jó felület legjó, erre, nem egy ilyen ciki. Ja. Nem kell megfelelni senki. Mm -mm. Jó van, figyelj, kanyarodjunk már bele egy picit a, a zenekaré biográfiába. Vász! Hogy én utána néztem itt ilyen dolgoknak. Fact or fiction. Ajjajjajjajjajj. Uh, amit mindent elolvastam, mindent tudok, hogy 2009-ben alakult a The Slaughtered Engagement Party, uh, viszont Szeged van írva mindenhol. Aha. De te, te Csongádi vagy. Én Csongádi vagyok, uh, Imi Makói. Azt az kintájában. eredeti dobosunk ő Gyulai, a Simi, yes, ugye, akinek so. a No Silence igen, Stúdiója igen, van. Igen. Azért is hagytunk. Ő, az az, ő volt az első dobos. Ő volt az eredeti igen. Do... Egyébként nem, bocsánat. Az eredeti dobos Vida János barátunk volt, akit én még sokkal előtte ismertem, kis tizenéves pöcsös koromban, amikor járkáltam koncertekre, ott összespanoltunk, és egyszer csak, amikor én először vettem egy gitárt, akkor ő neki volt egy zenekar, ahol ő, ő, énekelt, vagy hát nem itt kiabált, és, és akkor oda hívtak engem gitározni, úgyhogy semmi közöm nem Na, volt. A erről a nem találtam semmit, akkor várjál nem, már, erről meséljél már. Semmi, semmi, ez még a... Ez, még a... ez, minden, ez nulla, inf, tehát hogy erős, Bőven a hogy hogy szoktátok rövidíteni. Satáp, jaj, satáp. Jaj. Az előtt... Nagyon sokat soka, tehát hogy ilyen rengeteggel előtte volt, mert a satep előtt volt olyan, amivel ténylegesen koncertem iz, koncerteztem De, és is, koncerteztem zenekar. Kettő is volt. A az első zenekaromban gitáros volt. Az első előtt. három zenekaromban Az első három gitáros. sem Semmi A, a, a vokál már volt a, az útcsóba, e... és akkor ott... E... Na mindig szóval Vida Jani volt a dobosunk, akivel én még amikor először gitárt fogtam a kezembe, együtt voltunk, őt énekelt, és akkor utána csak, mert amúgy én tudtam, hogy ő így dobolgat. Igen. De hogy így leszartam, hogy mennyire tud dobolni, az a lényeg, hogy tökre bírom a srácot, tök jól verom. én most kezdek egy zenekart, kell egy dobos, azonnal. Jani, meg, most gyere jön. dobolni. Jött? Ez kúra vicces volt, tehát hogy így nyilván csóró hülye gyerekek, semmi közünk nem volt ahhoz, hogy elmenjünk egy stúdióba felvenni egy lemezt, úgyhogy ilyen oltján Peti havárommal az ő számítógépén így felvettük a gitárt. Várj, hogy hányba vagyunk itt most? Ez volt... hát ez volt két... 2006. Nem, nem. Amint, hogy ez már ugye a satep, tehát a satep, az, ami 2000... 2009-től számoljuk, ugye ez 2009, tehát onnantól számolom, ahonnan igazából Imi jött, mert nem is Imi volt az Imi nem is a nulláról jött igazából. Na, ő már az egyes poszt. A... Vagy hát Amy jött a nulláról csak volt előtte egy mínusz egy, hogy így csináljunk valamit. <laughs> Ninusz Minus? <laughs> egy volt, mert nekem volt egy előző zenekarom a Flathesskám, amiben én Jó. gitároztam. Igen. És ott kezdtem el már vokálozni. És utána, amikor onnan az énekesünk kilépett, akkor úgy voltunk, hogy hogy a faszba fogunk énekes találni, gitáros meg mindenki gitározik. Jó, akkor ez 50 millió haverunk volt, minden. aki gitározik. Akkor legyen az, hogy akkor viszont nyomom én az éneket, mert énekes nem találtunk egyáltalán. Én meg már akkor nyomtam a vokálokat, a szövegekbe is írkáltam, és akkor jó, akkor legyen az, hogy akkor megpróbáljuk azt, hogyha én énekelek, és a, jött még egy haverunk, akkor legyen ő a gitár helyettem. És így kezdődött, hogy akkor én már ének. Fija, te első énekfelvétel, nem az tudom, te emlékszel -e az, el, az első? Ma meg is van erre. még. Jaci, én... Az is meg MySpace-en fent volt, de ugye sajnos a MySpace-szívó folyt. Ugye kinyújtottanok, így. <híl> Szóval ilyen, uh, hát nekem ezért Egészségügyi ellenőr. Azonban helyszíni bírság. hülye? vagy tíz év kötél. Tehát semmi. Annyira keserves volt, hogy ezt nem hittem el, hogy ez ennyire nehéz felvétel. Próbál, mert próbál, meg ugye koncertem már gitár mellé is ment, tök jó. Nem, a gitár mellé nem is volt még a befogás Csak izé tud. Eh, jó Igen, van, ezt meg, mondjuk az... el, hogy az a, az, a metálénekesek legnagyobb kummantárja, az gyakorlatilag az, amikor megfogod a a 58-as kosármikrofont, és úgy de Be, így, és akkor így sokkal durvább dolgok. Persze, vagy csak kiadni. simán beszélsz, és rotaszod is már az, hogy. így Nem, persze, semmi. Ö, igen, tehát az borzalom. Viszont ezt ö, nekem az volt a szerencsém, hogy a 0 kilométeres énekelésem az a gitár mellé volt, és ott nem nem tudtam befogni. Szóval uh, nekem ér. annyi szerencsém hát, volt, el. hogy nem így kezdtem. <laughs> Cs, az, 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 az arra jó volt, elsőnek felvittem keserves, természetesen, semmi. Uh, és akkor az a zenekar, az meg ilyen nyilván, az meg tizenéves korában mindenki a korában van, egy ilyen iszonyat ilyen emberi ezek miatt, akkor beofolt a zenekar, de én akkor már, nekem volt kettő számom de már kész. Eugh, de ez a, ez a flood, Flat Az, volt be. Ja, az be oh, okay. végül, de ott már az volt, hogy ott én már nyomtam az éneket, hát volt egy csomó szövegem, törtör, törtör, viszont volt még megírva gitár, meg így nyilván mindent, tehát dobot is beírtam hozzá, tudod, én drum kit from hell, semmi, persze. <t 2008> jó, nekem édesapám dobos, szóval azért valamennyi közön volt ahhoz, hogy értsem, mi az a dob. Nagy kapunyítás volt nekem is. Nekem nem volt olyanom, csak tudom, hogy az, ami már pro nekem van, semmi. Nem is dob program volt, ami mi egyesével dob hangokat, beillesztget egy pergő, egy ládó dob... loops. Persze, semmi. És tehát volt két számom, amit megírtam full készre, teljesen. És akkor, ahogy a, a akkor gondoltam, hogy na azt a két számot, azt mindenképpen akarom csinálni, és uh, uh, kiscakó Gabi barátom, Tri, aki utána nagyon sokáig volt uh, a zenekarva is velünk, uh, ő vele volt, mert volt egy másik banda nem is, az Iris, ami egy ilyen emo banda volt, ilyen screamo, ez egy cucc. imádtam. Az Andorót, az összes olyan régi screamo, ami nekem a mai napig a kedvenc zeném, EFI, tudom. És, uh, és akkor ott, ott ő volt a basszusgitár, és akkor őt hívtam, meg hívtam Kovács Tomi barátomat, aki ezen a gitáros, és sajnos ő már nincsen közöttünk, és, és, akkor hívtam a Vida hogy jöjjön dobolni, és bocsánat, jöjjön később, mindegy, és ek, menjünk ki, dobos még nem volt. És én akkor beültem a dobszárkó mögé, yeah. és akkor azért, mivel én beírtam úgy is, nem tudok ott, ezt így ledoboltam. Uke, 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 uke. Persze. És akkor Tominak mutattam, ezt kéne gitározni, jó, tudod, ilyen kormesterbe így valami legyen, keserves, borzasztó az egész. És akkor, amikor kitaláltuk, hogy akkor jöjjön Imi, ugyanis akkor itt most beégetném, így a podcast van, adó no. csímrét azonnal. Volt egy zenekara, aminek az volt a neve, kapaszkodj meg, Igen. a, a legrosszabb zenekara, Red Card, From the life. <laughs> tud, tud ez Hú, geci. Nyelvtanulag from, from the life, tehát Te olyan nincs, hogy from the life. Ez a piros from kártya life, a névig. Piros kártya az élettől. Ez, ez a magának a zenekarnévnek egy piros kártya. Ez azonnal kuka, ez volt a zenekarneme. Ezt lehet, újra kéne éleszteni, ezt a formációt. Figyelj, ez annyira kegyetlen volt ez a név, hogy ez... Tehát semmi nyilván akkor még nekem is az angolon borzalmas volt, de itt már én is azonnal levágtam. Red hogy card from the from life. From the life. Tehát nyelvtanilag kuka és amúgy is nagyon kínos, terra. És ez jó. És, no, az az, és ott, akkor a nagy, nagy, nagy Red Card from the life-ot ott hagyta az Émi. Azért, mert... Hogy... Kukai lenyúlta. <laughs> megláttam játszott, valami szegény, jó, mindannyian kutyaütők hát, voltunk, jel, nyilván nem tudom, az meg hat éves korunkban össze a játszás, viszont néztem azt az zenekart, nagyon rossz össze a játszás, bocsánat mindenkitől, de szerintem ők is mai nap már be belátják, játják, hogy be nagyon be rosszak voltak, be be és akkor viszont néztem, hogy Kovács Tomi, aki a gitárosunk volt, így mondta Tomi, hogy figyelj, nézd meg őket, mert izé, haverjai, mit tudom, -e. jó, ez. -e. Nézd, -e, keserves, persze, viszont gitáros csávó, már akkor ez az LTD eklipsze -e volt. Hoppa. Ez persze, persze, Fender FM 100-as izé, macska keltető fejládás semmi keserv. akkor is ott van LTD Eclipse, izé, Adidas felső, tudod, ilyen, az a gyerek, ez mi? meg látom, hogy kurő gitározik, persze nagyon rossz a zene, de hogy faszán gitározik ez a gyerek. Azonnal izé, behúzó magunknak, gyere már, ez egy zenekar, tudod, a volt, mert szerette a flatheskámat, és akkor oh, ez egy úgy mondnád. Úgyhogy jött, és ez volt 2009 februárja, és innentől számoljuk a zenekart. És akkor, de nasz, és várj a... már, és akkor innentől számoljuk a zenekart, honnan az Isten faszából, ezt akarom megkérdezni. Honnan a név? Honnan az Isten faszából van a név? Szóval, hogy... Keciom, úgy, hogy honnan van a név. De várj, én, én még egyet találtam, ami, ami volt, Slaughter at Party, ez volt a név. I killed everyone, will you marry me? Ez volt. az első lemez szín volt. Vágon. De hogy ez honnan? Na akkor mondom. Ee, februárban kezdtük a zenekart, én mondom, megírtam egy csomó számot, alapból kettő volt még előző év, decemberben, amikor mondtam, hogy akarok egy zenekart csinálni, aztán folyamatosan közbe írkáltam a számokat, ezerre e, jött Imi, akkor ő is hozott témákat, azonnal, konkrétan ilyen két-három hónap alatt egy koncertszett összejött, és akkor még Szegeden nagyon, tényleg nagyon fasz volt a szintért. tök jó, tudtuk nyomni a, a bulikat, ott volt a garabonciás, ugye, ahol ti is biztos, hogy ezerszer játszottatok, ugye még volt a régi a kinti garabonciás, aztán volt a benti, és hát mi nagyon jobban voltunk a, a tulaj a colival, és akkor egyben mondtam a colinak, hogy figyelj, Izé, csináltunk új bandát, debüt bulit szeretném lefoglalni. Már akkor a szülinapomra foglaltam le a bulit, nyáron van, június, figyelj, februárban jött ími, onnantól az közben, a kezdet, és júniusra már foglaltam koncert De amúgy úgy, hogy voltak a számok, és amúgy tényleg keci volt a debüt bulit. De volt? Voltak a dobos, izért. februárban még nem, amúgy, de hogy így. Oké, összerakó és, és akkor hogy persze, persze, persze. És ugye ez még annyira rég volt, 2009, hogy akkor ugye Facebook egyáltalán nem volt, MySpace volt, meg akkor még lehetett plakátolni is, ugye? Biztos ti is nyomtad. Olyan, én imádtam, legkirályabb volt vödör, ennyivel az meg menni a város, tizé plakátolni, az 500 más volt. Az az legkirályabb. Imádtam. Senki el nem olvasó. Persze, de, de szép plakátoló mindenhol. Kúrja, na, na, én nagyon szerettem, és akkor még volt ilyen, hogy a kluboknak volt programfüzete. Aha ami ugye ki volt rakva mindig a bejáratnál, tudod, hogy akkor milyen bullik lesznek a hot. Rég volt, jó volt, és, és akkor mondta amikor közeledett a június, hogy figyelj már, hogy uh, mi a zenekarnév, mert hogy programfüzetet kéne nyomtatnom, oh. és be vagytok, ugye írva nyilván, de hogy uh, ki kéne nyomtatnom a programfüzetet, mi a zenekarnév, és így keci, nincs zenekarnév, név, mi legyen. Ja, és jó, le jó, le jól, tudod, jól. mert, hogy, mert hogy itt ezt a zenekar tényleg őszintén azért csináltuk, hogy nyomjuk nulla tét, ezért előtte a zenekarok úgyis bebuktak, mert mindenki azt hiszi, hogy mekkorában van nekem ez, soha nem volt kedvem, csak azért csináljam, mert szeretem. Ez volt a lényeg. És nem is foglalkoztunk, mi legyen a zenekarnév, csak csináltuk. És bazdmeg, bazdmeg, most már tényleg kell a zenekarnév. Uh -oh. És, tudod, akkor viszont elkezdődött már a pánik, hogy most viszont tényleg találjunk, és tud jöttek a szokás My killing sacrifice of your burning death. Suffocated by the misanthrope. Ilyen. <laughs> ilyen. Erre, erre az egyre emlékszem. The black killer Sejt. of the white salami. Of my in burning in your... Ez Semmi Persze. értem. Ezek a nevek is Á, nem, ezek nem. Ezek nem lehet. Amúgy egy volt, amit én kitaláltam, hogy ez nem egy ilyen dying death. <laughs> my burning desire. Igen. <laughs> és az volt, hogy it came from beneath the sea. És ez e, okay, okay, tök, okay, izé, ez make... tök mert hogy ilyen, ilyen, azt hiszem, hogy ez egy, ha jól emlékszem, onnan jött, hogy valami nagyon régi horrorfilmnek e, ilyen, ilyen tenger alatti creature, izé, horrornak yeah. plakáton, a tudod az ilyen, mint az Alienbe, hogy in space no one can hear uh -huh. you scream, tudod, valami kis izé, title volt a plakáton, Na, ez kurva jó hangzik. És ez volt az egyik befutó, erre már logót is csináltam, nyilván, ez izé, minden fasza viszont utána egyik próbáról hazaérve, akkor még néztem tévét, vagy hát ment, és híradó, Szellő István ö, bemondja, szal, a ja, szalakcím kiírva, mészárlás az eljegyzésen. És így ez le van adva a tévébe, egy ilyen szalakcím holákom olyan, hogy mészárlás az eljegyzésen. Ez, ez eszméletlenül vicces. Azon a többiek felhívása, hogy figyelj, most ment a híradóba egy olyan ezért téma, hogy mi legyen ez a zenekarnév. Nem? és mi a fasz? Úgy, úgy gondoljuk komolyan az egészet, mert nem gondoltuk komolyan az zenekart. Poén volt, szeretünk, úgy Szegeden fogunk játszani, Garabonciásba, haverok jönnek ja, értem, szó, akkor nem voltak kitér. még ilyen világmegváltó tervek. Soha nem voltak világmegváltó tervek. Itt came from within the sea, az még egy ilyen komolyan is hangzott meg így. Akkor old ez és akkor az EP cím, ez a I Kid Everyone, will you marry me Hát ez az meg, az meg egy ebből, ilyen, hogy akkor a fasság az egész, hogy ki persze fullball És, és ez volt, hogy megláttam, amikor a Cold Sladered ilyen kés, partij, mondom, hát ez óriási, ez rettenetesen vicc és kit érdekel. És az meg első izé, lemez, vagy hát az EP, ugye az IKD, a Vimari, mi, annak ezért ez a címe, mert hogy azokat hozzának a néphez egy ugyanilyen fasságot, akkor rakjuk már hozzá, tehát semmi, sem értelme. én ugye mindig is a rap zene volt az egyik kedvencem, és emiatt van az, hogy van egy rap feat, egyébként már az első lemezen is, ő volt a Filó, tök faszom volt. ez az EP. Ez az LP az I Can't Everyone EP, és már ott akkor én mondtam, hogy mindenképpen akarok egy rap fitet, mert hogy lesz el, először életemben egy lemezem, akkor azon legyen rap, mert nekem a rap az egyik legkedvencebb dolgom, és szeg, ráadásul Szegeden a rap az az egy óriási nagy dolog, tehát Szegeden volt ez a Vemszikál, ez egy ilyen brigád volt, amiben csomó rapper benne volt, egy ilyen crew, és, és akkor mondtam, hogy az meg, ezért ott van ez a filó, ez iszonya durva hangja van, kurva a flója, ez egy nyomja, egy fitet, írok neki, Max azt mondja, hogy takarod hogy ez a nyelvbe hülye gyerek. És aztán és az. ezt azt is mondta. És aztán ezt is mondta. és más nyomta fel, csak azt írtam oda, hogy ő az. És, és azt mondta, hogy bazd meg, ezért persze kurva, nyomjuk. És azt a kurva, je! Megírta a szöveget, tök faszán rárakta, egyből ilyen nulla, ezért pressure-rel, kész lett, és szerintem kurva jó lett. És akkor, jó, akkor lemezbemutató, akkor azok szólok a filónak, hogy így, nincs kedve eljönni, így elnyomni élőbe. de persze, de kurva jó. És eljött, és mondjuk, annyira durva volt a lemez bemutatónk. A debut is tök faszom volt, akkor még nem volt kész a lemez egyébként, ugye ez később, volt 2010 volt ez a... Ez a szülinapos. Ez szülinapos volt a debut az is kurva jó az sikerült, jó de volt ezt gondoltuk, mert tudod, ez volt a lényeg ezenek hogy haverok, volt. meg szülinap, meg faszod. Ugye már hogy egy napom van lesz hát szombaton. Szom, <gül> <gül> és akkor Ú, jött a filó is a lemezbemutatóra, és mondjuk azon a lemezen már a simi dobolt. Tehát a Jani előtte már kikopott, mert hogy na, nem tudott ő dobolni. Imádlak, Jani Kán, de hogy igen, ezt a, 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 a 2012-es interjúban pont erről meséltek, hogy ott volt egy ilyen szintlépés. lépés. igen, igen. Látás, Há, mert hogy ugye ugye jött egy olyan ember, aki tudott dobolni. Nagyon durván, hát, ugye nem árt, nem? Igen. Általában az a legfontosabb, egyébként többé le van szarva. És nagyon durán volt a Simi, meg ugye neki akkor már elkezdte csinálni ezt a stúdiót és a No Silence-t, és akkor az ott beindult, volt EP, tötörötörö, lemezmutató, és kibaszott dorvabb buli volt az is. És utána azonnal ilyen, ugye van ez a Grind, vagy volt, nem tudom, nyomják-e még, ez a Grindrise Festival, tudod, amit a Grind Design-os nyomnak, és akkor valamelyik Grindrise-ra így rám írt akkor, hogy izé, hello, visszamondta mit tudom én, valami X. nagyon menő külföld, mert akkor még külföldi első két headliner, az mindig külföldi volt, tök menőket összecsábított, valamelyik ilyen deadcore, mit tudom én, mi volt, nem vágom ezeket, visszamondta, és... My ő, burning igen. flash of your igen. killing desire. Igen, ők, azt hiszem ők. <laughs> <laughs> és egy visszamondta, és hogy, hogy nem eljönnénk eh, helyettük mi, Satepa, eh, headlinernek is, tudod így. én neki mondom, hogy film, egy írtak egy Pestről. Igen, egy ilyen tök, Pestrű. néztem, egy tök menő fesztivál. Pestrűből az egész. Pestrűről rákérdezünk. Mindig hogy még a headlinernek mondom. Éj, ha mondom, ugye bár, ugye bár nem szoktunk. <sínt> és így test, tudod, és akkor mondom, oké, okay, akkor is be kell adni azonnal, ami ugye mindig működik minden téren az életben, be kell adni a profit. Úgy kell csinálni, mintha proférnék. Azon a bekamuzás. Köszönöm szépen megkeresés. a megkeresést, ezért tudod, mi a dátum, ezért megoldjuk, tudod? Megrézzük. Azon a full bekamuzást, ez meg, meg így anyán, etik Pestra bazzik egyet, menően, Sz... és így headline ennek és nem is értettük, hogy így mi van. Tudom. Mert ugye ez a MySpace korszak volt, ahol én grafikus létemre nagy genyóságból Kurva dizájn csináltam az egészre, ami az összes ebben a szférában mozgó zenekarnak így fetette a lécet. Azzal, hogy én megcsináltam. Hát, meg, meg hát ez is hogy egyből úgy nézett ki, uh -huh, hogy, uh -huh. hogy, hogy, hú, az elején felett fújva. Ja, ja. a Luffy, aztán. A De ugye én nézett. ezen nem futottam, ez nem azért csináltam, én csak csináltam. Csak ja. Hogy így, bazzd én szeretek rajzolni, ezt tanulom, csinálom tötre-tötre, és nem vágtam igazából ezt, hogy, hogy egyébként meg ez, hogyha én most ezt megcsinálom, akkor az így fel fogja tenni a lécet. És mi is értettük. Igen, hogy komolyabbnak tűnt. Nagyon-nagyon durán. Kezek onnan. És akkor így jó. Ö, akkor, de egyébként meg tettem, nem mondtunk, meg nem mutattunk többet, mint amit csináltunk, csak mi. A nekünk, stíló jó volt. Igen, meg ugye nem volt soha, szerintem az volt a, a, az ereje az egésznek, meg szerintem a mai napig, hogy soha nem akartuk. Egyik lépés sem azért meglépni, hogy na majd akkor ezzel az lesz hogy. Hanem így mindig azt csináltuk, amit így szerettünk. És akkor volt olyan korszak, hogy az éppen tökre ment is, van olyan, hogy éppen nem. De hogy mi meg soha nem azzal foglalkozunk, ez most nem jött be, akkor ilyen számot ne írjunk többet, telibe szartuk mindig azt is. Na mindegy, és ez tökre bejött, és akkor ő, jöttünk Pestre, bazdunk, ezért lenyomtuk, tényleg mi voltunk headlinerek, bazdunk, játunk, azt nem hiszem, mert tényleg itt azt mondjuk, headlinerek, meg ott ilyen dürelked, mi a faszon. Nagyon durva volt, és akkor kezdtünk azon gondolkozni, hogy figyelj, amúgy ez konkrétan para, hogy mi megcsináltuk fasságból ezt a zenekart. Az a zenekar neve, egy Sladder ready Engagement Party. És akkor a jó névváltós, és akartam akkor, kérdezni, És itt vagy? volt a névváltó, hogy gyerekek, ez api, le hát akkor legyen api and the Akkor key. mondom, api. és én nézem, az már foglal. Ne. ne! Ne! Az egyetlen álljunk meg! Itt meg meg. És, és itt gondoltam De és az, akkor az, hogy a, honnan honnan jött neked a a A, a, a TSO? Aha. Uh, hát ott, ott kettő, három név volt. Itt már nyilván azért egyetöbb tapasztalat volt, meg itt már egyre jobban itt tényleg komolyat is kéne. Várj, bocs, és ez egyetlen egy év leforgása volt, uh -huh. ugye? Szóval 2009-ben megala 2009 be megalakuló... 2010-ben kihoztuk az LP-t, és LP, és egy éve később megjött a névváltás, 11-ben, uh -huh. nem? Aha, Igen. Jó. Azonnal, mert, mert hogy azt láttuk, hogy hirtelen geci sokan érdekel. Miért nem vártatok ti is felé. tíz évet még? <laughs> Amúgy azt kellett volna, hogy várjál. <laughs> és, és hát ez volt, hogy az egy váltsunk most nevet. Ja. Mert embereket érdekli, amit csinálunk, akkor ne ez a fasság legyen. Tehát én ezt már akkor mondtam, hogy Persze. szeretném, hogyha a tényleg figyel, mert nem volt cél tényleg, hogy semmi íze. Akkor mi nem volt ez, hogy átadjunk. Akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy mind a szövegeket, mint bármit komoly dolgokat kéne átadni, ha figyelnek. Mert én úgy vettem, hogy úgyse fognak figyelni, kell fasz el. És, és akkor lett ez, hogy, hogy akkor legyen névváltás, akkor már csináltuk a Helvékening lemezt, és a Helvékening lemez ott már ugye a szövegeket is akkor komolyra megírni, legyen egy koncepció, ne csak fasságok legyenek. És, és akkor ott volt, hogy akkor viszont a név is legyen komoly. Ezt lemez felvételek közben, szövegek, ugye Helvékening, koncepció, szövegileg, mindenhogy hogy akkor ahhoz, ugye az volt a, annak a lemeznek a ilyen röviden a koncepciója, hogy hogy egy ilyen annyira szürreális világban éltünk már akkor is, hogy, hogy olyan volt, mint hogy egy rémálom lenne, de közben meg nem tudsz belőle felébredni, mert amúgy ez a valóság. Ez, ez, volt a lényeg az egésznek. Ez volt egy csomó ilyen Nightmare on Elm Street-es visszautalás, ugye filmbevágási szempler van az One meg a Boriton rengeteg olyan részlete van, mindennek jelentése van attól kezdve. Ezekben egy... nem voltak amúgy ilyen jogi parák, ilyen YouTube, én soha Nem foglalkoztam. mert én mindig hardcore... Még lehet, hogy annyira rövid az éjjel, mint a Egyébként nem, akkor... megnéztem már azóta, megnéztem, hogy ennek mi a szabálya. Van ez az ilyen kamu, hogy 30 másodpercig nem para, és így nem. Tehát egy másodperctől azonnal para. Tehát teljesen Aha. mindegy. Nem tudom, mert én világéletemben hardcore rap után hardcore zenét hallgattam, és a hardcore zenébe. Sok mindig ilyen, tele volt igen. ezekkel a szemperekkel. Aha. És én ezen nőttem ja, fel, és én nekem mindegy. ez formálta azt, hogy hogy csináljak egy számot, hogy meg van támogatva a plusz meg mindig is nagyon szeretem a filmeket, a üzüket mindeneket. Szóval nekem ez nagyon egyértelmű, hogy szóval ez soha nem foglalkoztam, hogy mi van. Ja. Na mindegy, és a artwork is ott van egy ilyen kalap, amúgy a csaj mellett, az az a Freddynek a kalapja, egy csomó ilyen kis apróság van benne, mm. kurja soha senkit nem érdekelt, nem is értette, de leszartam, és <gül> <gül> az életem, és akkor uh, itt volt, hogy akkor legyen valami ilyesmi, és volt egy olyan, hogy uh, nem tudom miért, de nekem az nagyon tetszett, hogy legyen az a név, hogy A is for a wake, hogy az A a felébredéshez, oh. így nekem ez volt az, amit tök jól hangzik, tök fura név, hogy így A is for a vék. nekem ez tetszett, többiek leszavazták, és akkor utána volt kettő, Opció, az egyik a Southern Rock, amit bedobtam, ami azért van, mert ugye a Végtelen Történetben a Southern Rock az utolsó kapu, amin át kell menni a főszereplő gyereknek ahhoz, hogy megmentse a fantáziát attól, hogy a semmi elpusztítsa. Uh -huh. És ez nekem ez kúra Meg ez volt az első könyv, amit megkaptam édesanyáméktól életemben először, nem is tudom, nagyon kicsi voltam, megkaptam és akkor írtak is bele anyáék, hogy izé, mit tudom én, az első könyv, mert hogy a magyar fordításban Barnabás volt a főszereplőnek a neve, és akkor ezért vették nekem anyáik azt a könyvet, hogy akkor majd hát, hogyha ez rávesz arra, hogy akkor elolvassam. És tökre megmaradt bennem ez a sztori, filmet is kurvára szerettem, és maga ez a koncepció, hogy, hogy a Sadner nek az, amin át kell mennie azon a kapun a gyereknek, hogy tényleg megmentse a fantáziát a semmi elpusztításától. Ez mondom, ez annyira király, hogy. Hát ez, a... így még jobb, ezt nem tudtam. Hogy ezért én... Szállt, mert úgy meg nem hangzik olyan jól, főleg így ma már szállt, De ez szerintem kurva jó, nem bírom. E, akkor jó, nekem amúgy annyira nem, főleg az a kedvenc, amikor kihoztuk, ezen ez a névváltás. and the P. <laughs> and e... Pee. És <gül> <gül> amúgy az a kedvencem, hogy ez nem, akkor innentől ilyen stoner zenét fogtok játszani. Si, ez ott, si. Tudod, hogy miért nem értettem amúgy ezt, hogy miért mondja mindenki? Mert ugye én nem voltam <laughs> panterás soha. És nem értettem, ja, amúgy... mert hogy a Southern, amúgy igen. megmondom őszintén, amikor kijött ez a, az a névátós ügy nektek, igen. akkor nekem is volt egy ilyen, hogy mondom... Persze, a, mert te is pont hát Igen, hogy a Persze. Southern az akkor, a, a abban az időszakban, akkor, akkor nagyon szerintem... Mi a Southern új, Trend Kill, vagy mi? Mind, trend rád, és ez kill, volt a igen, lemez, igen, van, vagy... Great Southern Trend Kill. Na, szóval igen. Igen, hogy meg hát a nagy déli, déli zászló, nem tudom igen. mi, az akkor 2010-nél körül, akkor pont szerintem egy ilyen élte ez a Stoner, pont És nekem ugye ez mi. teljesen kimaradó. Igen, de, ja, de amúgy szerintem ez egy kurva jó, szóval, meg ez tök Én, ezért volt nekem tök nagyon jó, fuga, hogy ezt kezdték el mondani. És mondtam, hogy nem, amúgy nem fogunk más zenét játszani. akkor akkor. Én még így, ne, egy, nem értem, kettő, hogy nem, csak értelmes nevünk legyen már. Szóval ezért volt a szadonrakorizás. Egyébként volt mellette, ami még egy tök érdekes szerintem, hogy az is jobb, <laughs> nem tudok nem elmenekülni attól a pillanattól, amikor álltunk a bárholnál. Ja, <laughs> Nekem és egy lány oda itt a piára vártunk ketten, és ott jött és azt mondja, hogy azt rám, rám nézett, azt azt mondja, a Epi, te a, vagy mit mondod, hogy, hogy izé, hogy, hogy te vagy -e az Epi, mondom, igen, nem tudom, és akkor, hogy, hogy fú, de te régen ilyen vékony voltál, vagy mit mondott, hogy régen ilyen vékony voltál, <coughs> elvijegy, jó fel vagy püffed, valami vagy valami valami hogy valami vagy nem tudom, és aztán meg rád nézed, és azért, te meg a szaut, <gül> <gül> és ennyit tudod mondani, öt régen volt, szaut. Figyelj, olyan izék, olyan, olyan, nyilván mellé mondások, voltak jó A az alapkimondás, Sauser, az alapkimondás, Sauser óriási. Sauser Schnaucer. Igen, és volt még, nem is tudom, volt még egy valami, ami annyira nem volt, ilyen elrugaszkodott, de nyilván borzasztó hangzott, de a kedvenc, az nyilván a Szádam örököl. Saddam örököl. Saddam örököl, az, az olyan volt, hogy geci, Szedem ez a legnagyobb ja, zenekar amúgy ever. Szabdab örökök! Akkor ilyen krasztpánk de ért szabdab örökök. Kúval írva. <laughs> az nagyon jó volt. Volt egy nyilván ilyen borosztó, azért, mert én <laughs> sok, le. ami még erre a névre visszatérve, ami nekem szintén ennél egyen jobban tetszett, mert jobban hangzott, de nyilván a szabdab Kurva jó a jelentés, hogy ezért örülök, hogy ez lett végül. De a másik meg volt a Daybreakers. Az lett volna egyébként a név, ami szerintem egy kurva jó szó. Plusz az egy olyan film volt, szintén ilyen filmes utalás, amit nagyon szerettem egy ilyen. Hát, nem Z kategóriás, de ilyen felső B kategóriás vámpírfilm volt. Nagyon szeretem vámpíros történet, és kurva is volt. Felső B kategóriás Hát, hogy nem ez a, nem ez a pró, de hogy nem is ez az annyira bér, mert hogy ilyen Ethan Hawke, William jaj, de Faux, jaj, jaj. Tök nagy színészek voltak benne, csak sem akkor át nem ment. Pedig jaj. szerintem kurva jót az a, az a hogy filmnek, hogy már mindenki vámpír, és nagyon kevés az ember. És akkor így mi a fordított izé volt, hogy mindenki lőtt de jó volt, és nekem nagyon tetszett, és gecire haragudtam a többiekre, hogy nem az lett a név, mert ugye egyébként pedig akkor még nem is voltam abban, hogy ERS végű számok legyenek, de hogy akkor is nagyon tetszett ja, a Daybreakers, ja, ja. és nem az lett végül, és tökre örülök, hogy nem, ugyanis szerintem egy évre rá, amikor nevet változtatunk, kijött az Architects új lemeze, aminek Let's. az ott a címe, hogy Daybreaker. És így That was close, man. Kaci, az lett volna a név, örökre örök Úgyhogy, ja, ilyen a neves sztorit szerintem ezt kimerítettük. De egyébként tök hogy megkérdezted, mert például tőlünk soha senki nem kérdezte meg Honnan ezt a, a borzasztót, mert ugye nem szoktak rá szeretni hát válaszolni az emberek. Kell menni. Mert én viszont szeretek válaszolni erre, mert... Karantáltam, megkérdezik. Nem kérdezték én. Figyelj ma a Janom is mondta ezt egyszer nekem, amúgy ezen besírtam a hogy azt mondja nekem, de hát az ektomorban nincs akkor átjárás, mint az NHL-ben. de mindig jut, hogyha olyan zenekarról van szóval viszonylag több volt a tag, hát ez igen, az mint, eredeti neandervölgyi völgyi bazd meg az elmúlt tizen évben, hogy, hogy volt olyan időszak, amikor bazd meg ráadásul, emlékszem, én kint voltam Londonban, valami hatan voltatok. Volt olyan is, nem? Három gitár volt. Volt, egyébként az, az volt, Azért is raktuk rá képre, úgy, mint uh, UndoSzék is a Sevics fotón, rajta van Vico is, ja, és uh, atis is. Sok volt a mozgó. Mert de. hogy volt, igen, akik. Uh, mert akkor volt az, hogy a Kemény Bandi. Uh, Várjál! Akkor ő gitározott még, igen, ugye, és utána lett Igen, de a Kemény Bandi volt az, hogy azt hiszem ő. Jaj persze! Hát hogy ne? Kimentő is, és szerintem ő is Londonba ment ki dolgozni, uh -huh. és akkor úgy volt, hogy amíg ő kimegy, akkor addig. Ö, akkor jött szerintem Gabika Igen. és akkor de, hogy, de, hogy, de hogy a bandi nem szállt ki a zenekarból ja, ja, csak ja. addig nem, nem volt ja értem Ö, és ezért voltunk hatan úgy mint hogy az Undoszéknál is hogy ugyanúgy de a hogy effektív is. akkor olyan nem volt hogy hatam vagy nem nem szépen. nem volt hogy hatan vagyunk csak nekem mindig ez volt a fontos hogy hogy mi az amit mi csinálunk ja, nem ja, az hogy világos. mi néz ki a megijegy hanem az hogy figyelj nekem hogy mindkét csávó a gitáros, vagy három, ja. úgyhogy legyen rajta a fotó, mert így vagyunk egy egész. Szóval azért voltunk hatalmas, nem voltunk és, soha hatan és, színpadon. és figyelme, és milyen, milyen, vagy hát úgy, hogy uh, bizonyos szempontból olyan hasonló uh, a, foglalko foglalkoztatási körön, az meg nekem, mint neked, hogy ilyen ezért vezénylő, azért, hogy milyen flash, vagy el sem tudom képzelni, hogy milyen flash lehet az, hogy egy, tényleg ennyi kibaszott uh, tagváltás volt, az meg a zenekar életében. Hát keserves. Tehát gyakorlatilag az Imi még, ugye, a, a gyakora, az ahogy, az elmondtad, ő, ő, ő az a az egy utáni, de hogy ő se elsőbe futó. De egyébként igen, tehát, hogy, akkor túl számoljuk a zenekart, ami, amióta bent van Imi. Mert addig az volt, hogy nekem voltak témáim, ezt a haverémnek mondogattam, hogy játsz már azt, hogy. Uh -huh. És akkor ahogy jött Imi, akkor onnantól kezdtük el azt érezni, hogy amúgy most már zenekar vagyunk. Nem az van, hogy én csináltam valamit, és a haverjaimnek mutatom, hogy játszatok el, hanem onnantól kezdve akkor Szóval Imi igazából ő a nulla, tehát hogy jaj, ő, jaj. Ő, 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 amikortól ő jött, onnantól számoljuk. Azért is van ez a 2009, pedig 2008. decemberben kezdtem el én ezt a bandát. Igen. Csak 2009. februárban, hogy Imi csatlakozott, onnantól éreztük, hogy na, akkor itt viszont tényleg el is indul a dolog. És szóval mennyi, mennyire toha... nehéz, men, men, gondolom, hogy voltak olyan zé pályák, amikor így fasz ki van, hogy 5 perce ment el az a dűd, az a csávó, ezt akkor kellett kirakni, ez az izé, most akkor most még egyszer. Hát hogy helyez. ezt hogy menedzseled magadba le, hogy így... Igazából azért is nem vette el a kedvem attól, hogy ezt offoljam, semmelyik tagcsere sem, mert, mert mondom, soha nem volt ez a zenekar egy ilyen karrier, vagy így yeah. bármi, ami így fontos ahhoz, hogy kötelezően kell valamit csinálni, mert az kell soha semmi kötelezettsége nem volt ennek a zenekarnak. Mindig is azt csináltuk, amit szerettünk, mindent azért csináltunk, mert szerettük. Ú, nyilván sajnos kompromisszumokat kell a akarom és akkor voltak egy dolgok, amiket így mit tudom én, például én nem szerettem volna annyira, de a többség inkább azt akart, akkor olyan, mit tudom én, számot írtunk, vagy tetter úgy vettük fel a lemezt. Teljesen mindegy, az anyag, hogy mindig azt csináltunk, amit igazán szerettünk volna. És ezért volt az, hogyha minden tagcserénk azért történt egyébként, mert nem tudott egységet alkotni már úgy abban a formában éppen a zenekar. Tehát soha nem volt olyan, hogy ki kell rakni, mert hogyha inkább őt hozom be, akkor sokkal faszábbak leszünk. Soha nem volt ilyen geciskedés. Mindig az volt, hogy vagy valakinek már így nem volt prió az, hogy csinálj. Például Kemény Bandi is úgy lépett ki a zenekarból, hogy ő neki már így nem, nem érezte a zenét nem, hogy priónak, de hogy sokkal jobban a tanulmányaira ő azóta már ilyen pszichológiát meg ilyeneket, hogy ő sokkal inkább más felé akart menni. És azt mondta, hogy neki ez a zenekar rozás, nem az, hogy mi emberek, meg ez a zenekar, hanem a zenekar rozás az most nem passzol az életébe. Tehát, hogy mindig olyan tagcserék voltak, Amik, most amúgy ő, ő játszik. Azóta már nyomja, persze, most mert azóta már megcsinálta a sulit, azóta ja, már tötörött, izé, és akkor most már zenél. Csak neki akkor nem a zenés volt. Simi is azért ö, lépett ki a zenekarból, ö, az nyilván para volt, az első tankcserénk az konkrétan Simi volt, aki ugye a dobos Igen, o, az... iszonyat kurul, tehát Ő a zenekarnak egy ilyen iszonyat alapja volt, az, hogy úgy dobolt, mint amúgy Magyarországon nagyon hát, meg senki ö, nem Meg gondolom, ő csinálta a felvételeket is meg mindent, nem? Az is, igen, de hogy ö, utána is vele csináltuk a következő ja, idő, jaj, a ja métvénős, csak hogy a, volt, szóval, ja, hogy volt. a, nem az volt a lényeg, hogy akkor, Ingyen legyen más túl. Igen, tehát ne, az, az ne, ne figyelj, csomó azért nem vannak ilyen szempont, aspektusok, szempont. de én azért mondom, ott az nem az volt, hanem az volt inkább, hogy nincs simi, aki egy azok olyan biztos gerince volt az zenekarnak, úgy ott van az a dob úgy, hogy beszarsz az nagyon, az nagyon paró volt, de ő is azért lépett ki, mert hogy konkrétan úgy bepörgött neki az a stúdió, és igen, meg pont a Satep LP volt, meg utána a Hellwakening lemez, ami annyira jó lett, itthoni, euh, én már amúgy nem szeretem, ahogy szól. Akkor se szeretem annyira. A igen, hogy tudod, az ilyen, ilyen nagyon modern. Én meg annyira hát ez ezt a... Akkor ez, igen, igen ez mert Simi meg... és itthon senki nem tudta ezt megcsinálni. Csak a Simi. Uh -huh. És ezért is tudtunk akkor átmenni, mert hogy én megcsináltam az iszonyatos izé Simi meg azt, hogy úgy szól hozzá, hogy beszarsz, és meg amúgy élőben is el tudtuk játszani. Igen. Szóval, hogy ez ilyen, ilyen volt. És akkor itt kezdődik az, hogy akkor viszont Simi kilép, akkor viszont nincs dob. És akkor azt a kurva. Szóval, hogy, de ő is azért lépett ki, mondom, hogy bepörgött a stúdió. Szóval, ezek a tagcserék, azért tudtam magam, hogy mindig elraktározni, úgyhogy, hogy ne emészen fel, mert mindegyik igazából úgymond észszerű volt, mert érted, simán bepörgött ezért, most mit kezdjek el hogy boz, mert nem a, persze, hogy csinálj egy hülye, vagy kurva jó, azt tudod tehát nincs időd zenekarozni, mert annyira bepörgött az, ami amúgy ilyen hobbidnak kezdtél és most már az lett a melód, és azóta is az a meló kurva jó, kemény bandi izé, pszichológus akarok most Kurva! vagy minden takcsere jó. Volt olyan, ami kényszerű volt, mert nem tette bele azt az ember, amit kellett volna, ami a minimum. Nyilván mondom, nálunk azért én csak nagy elvárások, csak amikor már a minimálisat sem teszi bele az, és ezzel mindenki másnak a idejét, energiáját, pénzét húzza persze. le azzal, hogy nem tesz. Szóval, de hogy nem, nem volt igazából bennem soha olyan. Hogyha esetleg volt olyan megválás valakitől, ami ilyen akkor éppen rossz ízzel volt, az meg tudod még Mi? egy ilyen plusz löketet is inkább, hogy ja, meg aztán a majd hogy kés, később, úgy úgyis megbeszélitek. Amikor... Vagy nem, de hogy Vagy nem, de... De hogy az meg akkor adott egy plusz olyan energiát, hogy akkor már csak azért is még jobban fogom nyomni, hogy akkor ez. Szóval uh, nehéz, nehéz, kibaszottó kurvára nehéz, de, de az a jó, hogy nagyon hálás vagyok a mint például neked, meg az egész Lazarusnak, meg egy csomó másik olyan zenekarnak, vagy szervezőnek, vagy klubnak, vagy bárkinek, akik évek óta itt vannak mellettünk, és az iszonyatosan nagyon király, kemény mag TSO krúnak, amiben ugye ténylegesen, tehát a TSO krú az nálunk ugye nem olyan crew, mint a legtöbb zenekarnál, hogy a, akik így a stábban vannak, Igen. hanem nálunk a TSO crew az azt jelenti, az hogy a zenekar, a többi zenekar, akikkel jobban vagyunk, a klubok és azok, és a közönség, aki nem szeretem azt az hogy rajongó, úgyhogy közönségnek True. hívom. Tehát, hogy nálunk ez a TSO crew, és ez az, ami bármikor lett volna egy mélypont, az így mindig tovább segített yeah. azon, hogy hogy van azért jó, egy fél, tök fasz a dolgot berek, így aki. összehoztunk ezzel Igen. a zenekar, nem csak az, hogy majd lemezünk, meg majd pólunk, meg mit tudom hanem hogy itt tök, tök, jó. Te, tehát hogy minden koncert, ahogy mondtam, hogy a szövegeket is mindig igyekszem hangsúlyozni, miről szól, csomószor van az, hogy oda jönnek a koncert után a mörcsben, és, és beszélgetünk arról, hogy, hogy Pazd az a szám az nem tudom, segített azon, hogy tovább lendüljenek, azon, hogy nem tudom, milyen rossz volt. Van a 33 című számunk, ami meg ö, egy ilyen most megint nagyon aktuális téma, hogyha valaki más beállítottságú, akkor az ugyanannyira oké. Okay. És nagyon durva volt, hogy amikor kijött ez a lemez, akkor volt egy olyan koncertünk, amikor odajött egy Csajszi, koncert után beszélni arról, hogy neki kurva nehéz volt az, hogy ő magában is realizálja, hogy amúgy ő... nem, basszus, már nem is emlékszem, hogy azt mondta hogy bisexuális vagy leszbikus, de hogy az a lényeg, hogy tök nehéz volt Elfogadni. magában lerendezni, a családjából lerendezni, meg hogy mi legyen, és hogy, hogy azt mondta, hogy neki kurvára nagy erőt adott az, hogy van Szóra. egy ilyen számunk, és van, szóval hogy ezek azok a dolgok, amik így minden hisztit, meg nem Vissza tudom mit, pótolják. hozzonnal ugye, lenulláz. És most, most milyennek érzed a, a mostani uh, brigádot? <laughs> ugye a mostani most brigád Béla... az eszméletlen. Tóth Peti. Figyelj, tehát a mostani brigád az, 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 az iszonyatosan prémium. Most, most a legkedvencebbem, és nem azért, mert most van, hanem azért, mert tehát Béla most már azért, azt hiszem 2016 Ban kezdett el nem, 15-ben kezdett el csak beugrózni igen, igen. aztán egyre többet beugrózott és akkor ő lett, ugye Andriska után akkor azt mondta, hogy akkor nyilván akkor jön fullba é, tehát Béla azna, a, ő, ő volt az, aki jött, és annak ez úgy voltam, hogy mindegy, mi történik ha Béla itt van, akkor mindegy, mi történik. Ja, hát, figyelj, ország, kimondhatjuk szerintem, de majd top 5 legjobb metáldobosába benne van. Eszméletlen az ember. De az is, hát, az első három helyezésbe. Hát a tresmetában, meg aztán. Igen, igen. és mellé még ráadásul egy, sajnos, egy elég jó arc is, nem szajj. Sajnos eszméletlen. És elég kellemetlen. És nagyon kellemetlen, és nagyon jó a mi, és eh. Igen, nagyon Prémium embryó. Na Premium Az Prémium embrió. Pete, ugye, hát. Igen, szóval, hogy amint Béla jött oda, kezdve igazából nekem így nem volt kétségem, hogy itt bármikor volna. eljön az, hogy azt kell mondani bármilyen tagcsere miatt, hogy hogy, ő, az meg faszom, ha Béla ott van, akkor úgyis jó lesz. És akkor utána, hogy nyilván csináltuk ugye a küstit, ahol a Pete először elkezdett zenélgetni ténylegesen, és ott már láttam benne azt, hogy azon kívül, hogy a küsti arról szólt, hogy iszonyatosan besöröztünk, és néha zenéltünk mellette. <laughs> Ezek voltak a próbák. Ott bazd meg azért én így mindig felszemmel azt néztem, hogy kibaszott Pít, mindig nagyon durán felkészülve jön, mindig tanulja, mindig kérdez, nem az van, hogy ezért tudod, sútyhizás, hogy ezt nem tudom, úgyhogy elsikkasztom a témát, hanem hogy lejátszatok, és akkor figyelme, mutasd már meg azt, hogy van merize. Tehát, hogy amikor látom ja, azt rajta, hogy jó. zavarja, hogy nem tudja a témát, és kérdezés figyelés, vagy szóval, ott és, már láttam, és figyel, hogy és figyel, és, izé, és úgy voltam vele, hogy figyelj, ez nyilván tehát az elején még nyilván, ne, sőt, az a hogy nem volt borzasztó, ugye a legelején sem. Csak Én ez az elején szépen. még nyilván ez az iszonyatos bénázás, de hát az meg fél, első zenekar. Meg hát ugye veletek elemény. kezdett el először koncertezni gyakorlatilag a, az ember. Az már tényleg az ember, küsti nem volt koncertünk. Jajaj, igen, úgy, szóval úgy gondoltam. Vagy csak próba majd... volt, ja, és hogy én a, küsti a, volt, a Küsti után mondtam azt, igen. Hogy, hogy oké, akkor viszont most kell a TSO-ba, jöjjön a PIT. Mert hogy oké, nem volt még cs koncertje de az meg, olyan ügyes, olyan, olyan jó hozzáállása, <laughs> így kell ugrani, igen, sokkal kötött pulóver. <laughs> Rá, izé, geleger, Persze, és, 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 bevált, és tényleg bevált, hogy, hogy nagyon, Nagy vagy, jó, nagyon, nagyon, címálom, nagyon, tudja. Emberileg aztán, azt, az, tehát az, az, az senkinek nem volt kérdés a TSO belül sem, az hogy emberileg lesz, lesz-e majd a, a Pete-tel. Öreg, izé, hamú pipőke. Igen, csak nyilván a többieknek azért volt egy ilyen, egy félsz, egy teljesen reális félsz, hogy figyelj, a Csávónak koncertje nem volt, volt egy zenekar, amivel soha nem volt koncertünk, és csak próbáltunk, ahol mindig azt meséltem a többieknek, hogy úgy bebasztunk a kisti próbát, hogy ennyit tudtak a csak <sized> jó, a Peter, jó, hát szeretjük a Pete-et, de mi a fasz lesz, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik, hogy a pít iszonyatosan hálás, hogy, hogy, mondtam neki, hogy hogy jönet ilyen a többieknek is, hogy megadták a lehetőséget, és, és kurár figyel, nagyon jó, tökre örülök, hogy, hogy, hogy Imi is rájött arra, hogy nem kell előadni, hogy ő most akkor kilép az a nekarból 55 ére amikor sem értem meg kilépni azért, mert éppen most annyi melója van, a 25. diplomáját csinálja, az meg, meg nem tudom, hányadik építész melóját vállalja be, és amellett éppen nem tud most koncertezni, akkor nem tud koncertezni. Ki fasz érdekel, úgy bírja hogy ne gitározzon otthon, meg ne foglalkozzon ezzel az egészen. a az új terror az azt izé, vagy veri a nyugdíjasokat a, a lépcsőházban. Azonnal, terror, izé, metallika, bármit, akkor azonnal, <laughs> azonnal. Ezt nem hiszem, hogy a terrornak az a, nem tudom, el, utolsó előtt. Totoriteli és a Szétverek valakit, ali, utána, azért, mint mondhat hogy szétver valami nyugdíjas, mindjárt kidob valamit az ablakon, na, na az biztos a kurva jó lemez lehet, és tényleg geci volt, kedvenc terror lemezemben. Így van, így van, így van, úgyhogy kurva jó, és akkor most meg ugye partost is hívtuk, hogy akkor legyen ő a fix, azért, Igen. másik gityós mellette, szóval hogy most, kurva most tényleg ilyen minden szempontból mindenki tud, kurva jó, tud mindenki zenélni, mindenkinek tök jó a hozzáállása, és emberileg is mindenki prémium jó, úgyhogy most a mostani már én még egy dolgot írtam itt fel magamnak. Ajaj. Hogy ez benne lehet. Hogy van a, még, még, ugye a szlátörös időszakból, volt ez a szám, amit már emlékszem, hogy ezt már egyszer beszéltük, és akkor már régebben felkaptam a fejemet hogy várj, állj, ez miért a Igen, igen. Eat more fucking rice, right fucking right now semmi, hát az izé, az... az, mi az full, uh, konkrétan az a dúra, hogy már így... Hogy nem is emlékszem, hogy mi volt a... Minden, tehát az első... Hát mert hogy pont az volt a lényeg, tehát azért mondom, zenekar azért felszólítás de... volt, akkor már ment a... a... a, a, a edge, vagy valami ilyesmiben nem voltatok benne, hogy én nem tudom, én környezetvédelem, ne sú... egyé húst, meg, egyé vagy, vagy Ilyesmik mi a... igen, de azért annyira komolyan nem akartam. Mert Először nem mondom, mi bajuk van ezeknek a kínaiakkal. Persze, mert hogy. Fa, tehát ez volt a lényeg, hogy fasság legyen. Hogy odafigyelj, értelek, hogy jó. ez mi a fasz. Tehát, hogy végig az volt. Dűr kertben. És, 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 és tudod, mi van? Az, hogy mindenki tudta a szöveget. Pont azért. Nagyon mert ez egy kibaszott fasság. Ez volt a lényeg, hogy. Sőt, nem is az volt a lényeg, hogy azért legyen fasság, hogy mindenki tudja, hanem magunk miatt, hogy. Így Jaj, Ezt jaj, csak az csak azért jaj. csináljuk, mert hülyeség, el vagyunk. Le Jó, megválaszoltad. ott abszolút, és, és, ez volt az, amikor az meg játszottunk a hétbrid előtt a Bécsi Aréna. A nagy teremben, teltháznak, és ültünk vele, hogy figyelj, izé, akkor már tökre az volt, hogyha játszottunk ugye Pesten is, nagy Pesten, érek, mm -hmm. mindenki tudta a szöveget. És ilyen, az nagyon kemény. Jöttünk vele, hogy kimegyünk be az meg arénába, úristen, izé, hétbrid basszony, nagyon kemény, jó, oké, tehát az tuti, hogy izé, senki nem néz meg minket, mindegy, nyilván akkor is 110 hogy nyomjuk, srácok, mindenki nyomja a vokát, ne legyen az, amiből belekényelmesedtünk, hogy úgyis nyomja a közönség azét, mert itt nem fogja tudni senki a szöveget, ez most egy tök más tészta, mindenki nyomja a vokákat, oké, ja 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 ja, és keci, full ház megnézett minket, és tudták a szöveget is. De jó. És így álltunk, hogy így, ez mi a fasz? És ez volt szintén az egyik olyan momentum, hogy akkor itt valami komoly dolgot kéne inkább csinálni, mert az, hogy bazd meg ennyi. És ez a Slater volt, az ez volt. volt. Ja, És figyelj amit akartam kérdezni, hogy, hogy akkori ebbe a 10 12 3 4 5 amikor ilyen terra hype volt így a zenekar körül, hogy akkor itt akkor voltak ilyen, ilyen tök menő, ilyen, ilyen supportingolások, nem? Mint Aha, például, ja, ja, ja. mi aha. Mik, mik voltak? van, of Jericho. Walls of Jericho. Mi Black volt Black Dahlia Murder. Carnifex. Aki csak jött és ja, ja. lágéban volt akkor. Ja, ja, ja. Ezek milyen, ez kurva jó flash volt. Hát kibaszott Ezek gondolom, van. hogy akkor nektek az a panterátok volt, nem Igen, az meg az az a Carnifex, meg mit tudom. Vagy vagy nem az mondjuk a... pont nagyon szerettem de egyébként. de az mondjuk de mondom, a hate breed, az... nekem, meg a főleg a Walls of Jericho, lesz. meg a Black Dahlia Murder, mai napig ez a két band, ez, és az, hogy játszottam velük, az iszonyatos volt. Tehát az volt az, hogy amikor kijött ez a tényleg a MySpace-es korszak, satepi, az első LP tötör, iszonyat kinézett, iszonyat megszólalás, és korszak, és játszhatunk a Bristol leszel, ami nekem szintén az egyik ilyen leges, legatyogó isten, és akkor Csongrádon, ráadásul hazai pályán, a BTS-i előtt játszhatunk, ne, ez bazd Lent a izébe, úgy, abba nem. a pincébe? Inferno. Az? nem. Ne én valami, valami pincébe játszottam még az első zenekaromban, és leállított a csávó. Nem, az, az más, az, az, az a, a fahidi pince. Ott én nem, nem túl ott, ez nem ott azt volt. mondta. Persze, persze. Hát oda én nagyon sok idorú, BTS, izé, nagyon <gül> sok ilyen <laughs> bulira jártam, és akkor utána volt az, hogy játszottunk BTS-re, és az ott a legkeményebb, hogy uf, az, 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 nagyon durva, nagyon durva. És, és akkor az ott a legkeményebb, amikor mi játszottunk, akkor így akkor így, így, megnézett így a full BTS minket egy oldalra, és tud így... Ú, az nagy más olyankor. Úristen. olyankor izé, Igen, csak Olyan szerencsé... imádtam, olyankor mindig jobban játszik az ember. igen, olyan, ö, igen. És, Géznek és így, a nagyok. Fú, ez nagyon kemény, és akkor ez izé a koncert, ahogy így lenyomtuk, így azonnal a vége utána egyből izé, Jakab Zoli odajövő, hogy fú, gyerekek, izé, nagyon jó, tötörötörö, azonnal a telefonszámcsere izé, hogy ő most szeretne azzal kicsit foglalkozni, mert akkor az már a BTS lecsengése volt egyébként, és akkor ő már azon gondolkozott, hogy akkor ő inkább tényleg In a a szervezésekre, meg az ilyesmikre fókuszálna, és hogy tökre tetszik neki a zenekar hogy az lenne onnantól kezdve a fő profilja mert szerintem akkor már biztos, hogy szervezett sokat a, akkor még ez a music volt uh -huh, és akkor nyomta uh -huh. ezeket a nagy bulik szervezését és akkor például, a, de es buli volt az első, amit így tudod, így mondta, hogy ezért, most akkor szervezek egy Carnifex koncertet persze és, így akkor nem eljön itt, és így... És te meg itt tessék. Hiperventilálás, így mi van, <laughs> Jaja, úgyhogy azok így kurajok voltak, és kötökre összes maradtunk Zolival, és akkor voltak ilyenek, hogy, hogy akkor ő már inkább tényleg nem zenélni akar, hanem, hanem úgy, Jó. mint ahogy a saját, mert akkor BTS-ben is 50 millió tagcsere minden, E, azt már nyilván így már én is tudom, hogy akkor ezek szerint ő miért volt úgy, The hogy akkor már az faszom a zenekarba, meg, hanem akkor már inkább csak a szervezése foglalkozok, és akkor volt az, hogy igazából így saját gyaként kezelte, az megugró saját gyaként kezelte akkor a, a, a volt, és kötök király volt, hogy, a, hogy, akkor csomó ilyen bulit szervezett nekünk, és, és kibaszott király Hú. volt, hogy nyilván tudod, ez a, látta rajtunk, meg nyilván mondtam is, hogy nek, nincsen célunk, nincsen egy az, hogy menők akarunk lenni, hanem hogy az, hogy ha játszhatunk olyan, mint a Walls of Jericho, akkor az, az egy olyan dolog, hogy így nem érdekel, hogy kezdve lesz-e több rajongónk, hanem hogy bazd meg játszhatok a Walls of Jericho, az így beszarok annyira durva. És a, a brites is olyan volt, hogy mentünk, játszhatunk, és kibaszott vicces volt. Nyilván, a merch, tehát egy darab volt, Szürké, szürke pólón, ezzel a, ugye akkor ezt a magenta színt használtam, mert nekem grafikusként én kurvára szerettem ezeket a színeket, ezeket tanultam, hogy hogy meg mint, és a metából nem nagyon használta senki ezt nyilván, és én meg ugye ezt nyomtam izomba, és az volt a pólónk, hogy szürke pólón, ez a magenta ilyen kéznyom, ugye a lemez miatt, hogy ez a Aki Debrim van az volt a CD-n a, a, minta, hogy egy Éltem. ilyen, mint a véres, kézlányomat lenne levágva a gyűrű súlya, de amúgy az rózsaszínnel volt. Fú, oh, 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 yeah. vagy a akkor ez volt a lényeg, hogy így faszom az egész hülyeség. Csá, és egy ilyen pólónk volt. Szürke póló rózsaszín nyomatta. Egy CD, ami szintén a rózsaszín volt a fő szín, ami, ami dominált. Ezzel az egy darab CD-vel és pólóval a Bécsi arénába oda mentem a merch putba, vagyok, hogy aki letegyem az enyémet, így, így a barnika így megérkezik az egy pólója, vagy az egy CD-vel, és így, tud, így, oldalra nézek, és egy hétbrid, tudod, ilyen Ez olyan butik, butik, de olyan butik, csak fekete, csak koponya, tudod, ilyen 1500 é. minta. És így jönnek oda, tudod, az ilyen ekkora, ezé, ektógatya bandánál, tudod, az összes tipik, így jönnek oda, és én így állok így a legszélén, konkrétan mindig ez az orange lát, hogy ennyi volt egy mörcspultban hely, amit elfoglaltam. Egy poló és így jönnek oda, tudod, akik már csak így annyian voltak a mörcsben, folyamatosan a hétbridnél, hogy, mindig így a széléről furakodtak, hogy benézzenek, és akkor így, rám, tudod, néz egy hétbrid és rám néz, hogy ti, voltatok az előző nem? Tudod, hogy angolul nyomt, az így állok, és így, ja, állok egy kis hogy, kurva volt. Mennyi a CD? Mennyi a póló? 800 forint. Az összes. Mindent de mindent. Ez De így általában, ezt nem hiszem Vágták, a szöve, megnézték, csomóan vágták a szöveget, jöttek oda, hogy az fogom, hogy nincs kik vagytok, de hogy ez kurva, tehát mindent megvettek. annyira durva volt, hogy átmondom, azt nem hiszem el, és hát mondom, ez volt az, amivel így, na akkor figyelj, innentok, ez a értelmes dolgokat csináljunk már, mert ezt a fasságot így izé, mindenki zabálja. Ó, a én, amikor elő, ezt már, ezt már meséltem nek neked, amikor először láttalak, szerintem az már TSO volt. Igen? Vagy bár lehet, igen, aztán a Simi még dobolt a TSO-s Igen, igen, Ör, igen, igen, igen. A hellbacon még Simi volt. Szerintem 2-4 valami diátadós genyom volt. az és volt. És rajtad volt egy ilyen, egy ilyen fekete paróka. Persze, az a hellb... És, és piros kordbársony, ja, ja. picsagatja. Fekete Ész? baj, nem tudom mi. És így bazd meg, így feljöttetek. Geci volt az egész zenekar, meg nem tudom mi, meg... meg kurva jó volt, mert én akkor nem annyira hallgattam ilyen, ilyen redcore, meg mit tudom én, tudod, az akkor ilyen cuccokat így job for a cowboy. Vágtam, mit tudom én, de hogy nem voltam annyira ez de kurva jó volt, nem tudom. viszont amit te nyomtál a színpadon, az olyan volt, emlékszem, hogy egy keverőpultnál egy álltam és azért felmész, ez tetovált, izé, gyerek, baz, ez a hosszú haja, azt nem is tudtam eldönteni, ez az igazi hajad, vagy egy paró, nem tudom, és így, fel alá futkározás, ilyen full creepy, nem tudom, így, ez nem tudom mi, hát így álltam így a pultnál, így, így belekapaszkodtam így a keverőpontnál, azt a kurva. Ezt a másnap ilyen iszonyat elgondolkozás, hogy én... jó, szerintem szóval kell sokkal több tetoválás, sokkal több tetoválás kell, mert az nagyon durán tetszett, ahogy így az apró ilyen kis kiállásokra, meg váltásokra az meg, hogy rányomtad ezeket a, a ilyen Randy Blight jellegű, ah. ilyen, csomó ilyen izé apró ilyen cuccot, amit szerintem itt értetsz, majd yeah, mire yeah. gondolok ilyen nyekergést, meg nem tudom mi, és aztán emlékszem, hogy utána a Next próbáltad itt mondani, hogy hát azért felzárkózzak, bazd meg, nekem is kell ilyeneket csinálni, mert hogy, tehát annyira nem ment, bazd próbálkoztam. De minden az ilyen nagyon ilyen, ilyen tényleg ilyen, inspiráló volt az, bazd meg, amikor ott először láttalak, bazd meg, én mondom, mondom, ez ki a rák. Az amúgy nagyon kemény volt az este, mert oda is... Tehát nem játszottatok sajátot, nem, hanem ott ilyen fel De biztos, hogy volt szerintem, mert hogy mi nagyon rosszak vagyunk ebbe a feldolgozásban. Ja, és bekumantottál. És, és akkor bekumantó, hogy megtanultuk. Szerintem nyomtuk a Metallica Battery-t, az biztos, aztán nagyon szeretjük imivel azt a számot. Keservas volt a többiekbe beleervetetni, de imádjuk azt a számot, játsszuk el. Ö, nyom... Nem tudom, nyomtuk. Ja, biztos, hogy nyomtuk a Mosinhed, biztos, hogy nyomtuk mosinhed -e, de Vidyen persze. Meg szerintem volt még egy valami, ö, és akkor mellé még nyomtuk a ugye a sláger számot, az itt most fucking rájszos izért, <laughs> nyilván az el kell nyomni, meg talán még, tehát hogy ilyen de okay, right. háromnál több feldolgozás, nem tud, én borzasztó vagyok ebbe a másnak yes, a have... szövegének a megtanulásában, meg hogy hogy tagol, szerintem más, de én nem, <laughs> nem jo, nekem jo. nagyon dura. És akkor így elkumantottuk, hogy a Daniék mondták, hogy ez akkor feldolgozásokat kell játszani, hogy jó, 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 és akkor én hogy majd mindegy, azért lenyomunk pár sajátot, hogy ki legyen, azért 15 perces idő vagy Persze. 12 perc, igen. nem tudom. Mindegy, lenyomtuk kura jó volt, már köszönöm. az alapból nekünk így nagyon durva volt, hogy így tudod, hogy a kettő négyesek, bazd meg, így így hívnak, hogy át Jézusom, bazd meg. És akkor, igen, tényleg emlékszem, hogy ezt már mesélted nekem, hogy te, neked is mennyire tetszett, meg az volt az este, amikor így, így Bálint, így azért, így jött oda így, csongor, csongor jött oda e, subscribe, e, csongor ment a subscribe, use me. Hát e, csak, <laughs> <laughs> hogy értsék. És így jött oda, hogy, jött, hogy, hogy, hogy bazd, meg gyerekek, így tudod, Bálint <gül> 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 Persze. Le, vagy, 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 az, szép vagy. Teljesen ki volt, hogy úristen, ez mennyire jó volt, nem tudom. Tök és is, zanon, természetesen. Persze, hát nyilván. nyilván na, szóval, na. Igen. És, és, és akkor jött oda, angol is, hogy jöttek oda kettő, hogy hiszen király volt, és hogy... számlát <laughs> kiállítani. <laughs> és hogy a nulla forintra, és hogy, és akkor, <laughs> hogy, 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 akkor nem-e, akkor szerintem akkor még nem jött ki, vagy a faszom tudja, a Bookmarks, a Subscribe igen, Bookmarks, igen. Szemmel, és hogy hogy akkor így, hogy ők szeretnének minket meghívni, hogy legyünk mi a turnén az előzenekar. Yeah. És akkor így, tudod, akkor úgy álkapocs így. így Guruló, tudod, ilyen, megkereső, és Ez volt így, az első, első ilyen, 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 ez a nevezük ilyen magyar, belföld ilyen, ilyen nagy sikere. Hát ez mit tudom el, nekünk az, hogy nekem a Subscribe ilyen. is izé volt. Persze, nyilván, hát. És bazd meg, tehát az, hogy így, a, így, tényleg így teljesen kivoltak, hogy, és mondták, hogy mennyire tetszett neki, kurva jó, és, és szeretnék, hogy menjünk el a zenekarnak, Persze, ez mi orási. a fasz. Szóval az, így, az volt, és 50 emlékszem... Buli. Ez, fe... <laughs> te fizet, <laughs> ja. és te fizetsz. Kura vicces volt, akkor már kemény bandi volt a gitáron, és sok volt -e, ahogy, hogy tudom, egy egyik, nem, nem, tudom, valamelyik állomáson, így még a Hé, hey paraszt! Mm -hmm. Német marci. <gül> <gül> német, német marci Subscribe hangos E35. <laughs> 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 marci, így. Hát, ez bűva! és tudé, meg így. Tudod, egy kis hülye gyerekként, baz meg egy rám néz a, a Subscribe hangtechnikusa, mert, mert azt, azt mondtam, hogy hé, paraszt, és tudod, én meg így totál beszartam, hogy így. <laughs> Itt, tudod, na, itt most óriás bahé lesz, tudod, hogy az a hangos, hogy én leparasztóztam, teljesen összeszartam magam. Úristen, nézze, nem neked szóltam, bocsánat. Jó, 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 jó. És akkor jó, jó, csak engem is mindig így hívnak. <laughs> tudod, marci, <laughs> Ez már semmi. Hú, te onnotek ezen. <laughs> hát oszal, akkor oszal, nem kezel, lesz box Nyilván match. óriási beleves Marciban is. Tehát ilyen szinten voltunk beszarva azon a turnén, hogy így elkezdtem így olyan érezni meg a Bálint mindig jött egy és akkor hogy így szóltam, hogy akkor elengedem maga, hogy paraszt, és annyira beszartam, hogy <laughs> a német marciba az egész most itt iszonyat, ez egy Technika ördöge, nem? Szia, töpike! Szia! GoPro sí. olyan forró, mint a <laughs> az pedig nagyon forró. Nagyon izé, uh, elkalandozok fasságok felé, mi? Nem, kurva jó. jó. Még egy ilyen iszonyat beégetős, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjam, nagyon jó lesz. Vagy hát igazából magamat égetem be. De, jó lesz. Szóval igen, ez a, izé, ö, bizonyos 2-4 faszom gumizsiráf. Subi, subi turné. Igen, és subi turné, és még ez a, tehát ez hogy ott jött össze, hogy megkértek, hogy akkor menjünk subi turnéra, és, és még a 2 4 esen volt egy olyan is, hogy fogalmam, tehát semmit nem tudtam például a Fish zenekarról, semmi közöm nem volt, annyit tudtam, hogy az énekes Csávónak van a MTV-n valami, valami műsor, és, és, Ne, nem, az, a nem? Ger az Gergő, az Gergő Jö, vagy akkor abban azon belül volt valami? Nem, az valami, tök, valami volt valami műsor a Krisztiánnak. Aha. Nem tudom. Jó, egyébként a... -Rotation? <laughs> Rotation? volt szerintem. És mi gondolkozol? <laughs> Én, és, amúgy a Gerg, jó, és az is durva volt, hogy a Gergőnek a Blind Myself is kurva nagy volt, Persze. és a Gergő is egyszer így, felhívott egy telefonon, hogy szia, hogy ezért Tony Gergő meg Blind Myself, meg ezért Headbang ból, nem tudom. És hogy, hogy szeretnék csinálni, váltak a MTV-be egy ízét, Hedben egy interjút, és így. Őrület, jó, ja Fasz, úr, Isten. is ön jó számot hívott. És kibaszott vicces volt, mert értette, hogy poén ez Engagement Party név, értette. Ő azonnal mögé Össze. látta, hogy fasság, és tudod, hogy hol volt az interjú? A ö, körúton valami ö, mennyasszonyi ruha kölcsönzőben forgattuk le az ne. interjút. Annyira vicces volt, az, az, imádtam, hogy ezt beadtam bundiba, ez annyira király voltam, nem hiszem el. Ez is kora jó. És akkor izé, Krisztián ott van, és ö, emlékszem, amikor megérkeztünk ott erre a 2 es tudod, ilyen tök nagy zenekarok, tudod, íze, jó, és te, mi ott, ott lehetünk a Dürer nagy terem backstage-be, kis szegedizén senki senkiként, és akkor ott mennek az ilyen nagy zenekaros tagok, ott mászkálnak, tudod, mi meg jó, az, mi húzzuk meg magunkat, és akkor hogy, tud, nyilván Krisztián, tudod, milyen, így megy óriásiba, tudod, ilyen íze, lenéző, és akkor koncert után, amikor így lenyomtuk, itt tökre tetszett az embereknek, hogy te is mondtad, hogy neked is, utána jött a Bálint, hogy ú, jó, tötöröd, nem tudom, és jött oda a Krisztián, hogy óriási volt, annyira rögtem magamba. Tehát vágás, fél órával mellettem, legyünk a bulit, ez Bálint tudod, és utána Krisztián, na, izé, bazegy arod, kicsi, megyünk, megyünk tovább, zé, afterozni, gyere, az meg, izé, hívtam a taxit, megyünk, és tudom, így, hogy mi történik? Hol vagyok? Nem is értem. És kibaszott vicces hogy Én nem értettem ezt a csávot. -e? Hogy, hogy Dehogy mentem semmit. Ő, köszi, de hogy nem hiszem, úgyhogy szerintem nem lenne olyan vicces számomra. nem itt kibaszott jó volt, hogy ilyenek. Olyan, az a kettő így, hogy mondtad, hogy ez neked is ott lett elményeket az, volt. az, szintén egy Legi ilyen pont -így volt. Így, most így, így visszatekerve a kazit, így érződött szerintem az is gondolom, hogy, 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 az egy ilyen olyan teritorium volt azért nektek, pán abban az időszakban zenekarként, hogy fú, itt most 150 ezer fokon kell égni. Bazd meg, hogy így mi vagyunk itt ja, ja. az új izé, és parkas az meg, és, és a együtt, legjobbak. És nem. olyan éppen nem, nem, az, volt az a durva, hogy nem. Tehát, hogy, hogy pont ez az, hogy mivel nekünk soha nem volt semmi olyan, hogy most ha ezt megcsináljuk, akkor hát, ha az lesz, hogy. Ebben sem az ja, volt nem bennünk, Nem is olyanra gondoltam, hanem csak, hogy, hogy maga a helyzet, hogy most itt vagyok a Dürer kertben, ezen a kettő-négy rendezvényen, itt most bazdmeg. Igen, igen, csak hogy pont azt mondom, -ad hogy, egy ilyen hogy ez egy ilyen hogy... elő izének, hogy mivel nem volt soha olyanunk, hogy ha ja, ezt megcsak, akkor ez, ez emiatt itt is az volt, hogy, hogy nem az van, hogy itt most nagyon oda kell tenni, hanem hogy így geciről örültünk, hogy itt lehetünk, Persze. és így lenyomjuk amit mi le tudunk, nem az, hogy most a legjobban kell játszani, hanem így figyelj, lenyomjuk, amit le tudunk, és így és ugye, aztán kiderül, hogy amúgy és tényleg tetszik a nekik vagy is nem. Volt. És, és, és ezek Uf. szerint úgy, hogy így megcsináltuk azt, amit meg, fasság volt be, ezeket lehetetlen paróka, meg ízni, nem tudom. Kurva jól nagyon, nagyon jó vicces jó volt. Jó nagyon, vicces Na volt. figyelj ide, kisfiam, <laughs> terelődjünk át a szövegírásra, hogy uh, hogyan történik nálad a, a folyamat maga, hogy nem tudom, hogy, hogy te, uh, azt tudom, hogy út, hogy te is ilyen jegyzetelős vagy, mint én, hogy egy, Ó, ugye, látsz valami, látsz van filmben, vagy bárhol, yeah. ami inspirálva, nem tudom, akkor felíró, Így. és akkor abból lehet, nem tudom én, hogy, hogy ez, ez, inkább a számcímekre, lemez címekre, nem az címekre uh, érvényes, vagy, vagy, vagy hogy mit tudom, útközben írsz szöveget is, vagy... vagy is. Szóval. Ez nekem nincs ilyen uh, konkrét, bevált vagy nem tudom, milyen rutinos metódusom mm. nincsen, hanem ott telefon, amiben ott van a jegyzet, és a jegyzetemben azóta már az évek során, mivel nyilván az is gondolom, hogy több zenekar is van, meg ilyenek, meg ugye a podcast is, bármikor eszembe jutnak dolgok, egy millió jegyzet van, és ö, meg van amúgy egy olyan, hogy Sketches, ez a címe, ez volt az eredeti egyébként, leges-leges, legelső a telóba, amiben mindig beírok, Akár szám akár lemez címet, akár, címet, akár ö, csak egy kis sort, ö, akár azt, hogy mivel, ahogy beszéltük, egy csomó filmbevágást is rakok Igen. szemplerként, akár felé, tehát nézek egy filmet, megállító beíró, hogy mi a film, hányadik perc, ezt ott kell, akkor majd bevágni. Ja, És akkor majd kiderül, melyik számba megy. Van olyan, hogy amiatt a bevágás miatt indul el, utána egy olyan ötlet, hogy abból írok egy szöveget. Olyan is van, hogy egy, egy filmből Aha. egy mondat ihleti meg azt, hogy írok abból egy egész szöveget. Ez szóval hogy nekem ezek a filmbevágások ezért ilyen fontosak, mert nem csak az, hogy az a film az kurva menő, úgyhogy ez tök jó hangzik, <laughs> hanem az, hogy, hogy az azért rakom be, mert bennem az valamit elindított, vagy pedig van egy olyan szövegem, amiben így, onyádna. ez, meg fogja erősíteni, amit én írtam ebbe. De a durva, szemekbe. ezt eddig így nem gondoltam el. Nekem, nekem mindig ezek a bevallások. Nekem soha e, nem az, hogy. Hogy ennyire közeli kapcsolat nekem van nagyon. a betétés között. Nekem nagyon. Nekem, nekem soha nem az, hogy. Ö, tehát, amúgy rak, berakhatnám a miatt is ezeket, mert szeretem azt a színészt vagy azt a filmet, de nekem mindig kell, hogy legyen valami kapcsolat a mondani valóhoz. Aha. Mindig van. Csomósz, sőt, van olyan is, hogy be se raktam azt a szemplert, Viszont amit ott mondott az a csávó, az benne van a szövegben. Tehát van olyan is, hogy én nem a szemplert használom, hanem hogy az egy sor, amit ott ő mondott. Ha. Nekem ennyire részese. hogy nekem a, 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 szövegírás a nócban az, az abszolút olyan, hogy bármilyen veszem, van olyan, hogy kigurul egy egész szöveg azonnal. Van olyan, hogy kigurul több szöveg azonnal. Van, és amit... van olyan, hogy mondja, akkor kigurul mindig, vagy van olyan, hogy így érlelgetsz, párcolgatsz valamit o, olyan maguk, is, hogy abszolút, min, min, szóval minden, minden van mm -hmm. minden, minden van tényleg van olyan is, és, és hogy egyezegben gondolom, hogy nem mindig a telefonodba írod a szövegedet mm. mindig a telefonodba mindig írod? hogy vagy meg kell, vagy mit. Nem, Számítógépen akkor van, amikor már leülök felvenni, akkor ott, de mindig, hát a teló. Jó. mindig a teló. Hát akkor neked az az jegyzet, az tényleg. Nekem na durvá, én, mint nekem. Nekem brutál. Tehát a jegyzet az eszméletlen. És az, az a durva, hogy most már tényleg így, így több zenekar is van, meg a podcast is van néha ötletem, bármi, sőt rajzokhoz is, tehát rajzos jegyzet is, majd hogy feljegyzem, hogy mit akarok majd. Millió jegyzet, és és most már azért viszonylag szétbontom arra, hogy ez a zenekar az a zenekar az a zenekar, hogy valószínűleg ez, ez, ez ebbe a zenekarba fog passzolni ez a gondolat. Ja. És az is lehet csak egy szemcím, az is lehet csak egy ö, sor, vagy az is lehet egy egész szöveg, de hogy igyekszem most már ennyire szétszedni, mert így, hogy ennyi felé kell szöveget írnom, kellem a ennyi, ennyi felé írok szöveget, így ö, így igyekszem előre egy picit már, már szétbontani de még mindig van egy olyan jegyzetem, vagy sketchiz, ami tényleg szerintem tíz évvel biztos, hogy megvan a telefonomba, az az egy jegyzet. Ami ugye tök új van, az, izé, az iCloud miatt, persze, ugye, ez ott van, és az egy annyira ilyen általános, hogy amikor nem tudom, hogy ez melyik zenekarba fog bepasszolni, akkor akkor azt odaírom. Szóval, hogy annyira brutális a, a notes a telóba, hogy és ff, mikor, mikor van az, amikor vagy mondjuk ez részben hülye kérdés is nyilván, de hogy, hogy amikor érzed azt, amikor készen van, vagy van olyan egy előre érzeti készen van egy szöveg, vagy mondjuk addig, amíg rá nem szövöd a számra, fel van véve, addig nem annyira szentesíted meg, hogy mm, okay, ez, Én ez a szöveggel is úgy vagyok egyébként, mint, a, mint ahogy a zenével szoktunk, hogy soha nincs kész. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mindig tudnék rajta egy picit, de... de még újdólag is vannak ilyen, hogy azért. Aha, az tud, Vagy, vagy olyan is eszembe jut, hogy úgy ad azt a két sort, az pont, hogy ezt kellett volna előbb, és azt tudtál. Jó, hogy ilyen nekem is van, de. de nekem, nekem nagyon sok. Hogy... Rengeteg. Ja, annak el. Úgy kellett fe... lennie, Tersze, hogy... Igen, csak, hogy, a, ugye, amit már sokszor beszéltünk, hogy zene is van, hogy soha nincs kész, tehát, hogy mindig tudnál rajta változtatni. Mi, mi, vagy én legalábbis úgy akarom, hogy mindig tudnék. Aztán azzal nyugtatom magam, hogy ez amúgy így jó, ahogy van, de amúgy ez egy nyilván lehetne még rajta variálni. És, és a szöveggel is így vagyok, hogy azért az nagyon ritka, amikor egy egész szöveget ki, készre, nyilván századikra soha nem, de hogy az nagyon ritka, amikor készre vágok egy szöveget anélkül, hogy meg lenne a szám. De van olyan is, hogy egy szinte kész szöveg, és csak annyit kell rajta változtatnom, hogy pontosan egyébként ki De mindig a, a de mindig szába. a szöveg van előbb, mint a, zene. Ne, az sem mindig van. Nem? Az sem mindig van. Van, hogy, van, hogy már van egy zé, van mm -hmm. és akkor van egy track, ne... igen, mert, mert hogy, hogy... azt nem, a az soha. De te nem nyomod a kommentárét. Nekem soha nincs kommentáré, mert az számomra... Ezt amúgy a sebbics epizódban, amikor beszéltetek a akkor, akkor amikor azt hallgattam, akkor esetleg, hogy neked mennyire nagy megdöbbenés volt, ahogy ő mondja, hogy ő a ő a, a Wakachika, a, Nekem ő először halandzsát, csak hogy ilyen hallgatók is értsék, hogy mi a faszról Igen. beszélgettünk, hogy van, aki úgy csinálja, hogy, hogy először szöveg, hm. van aztán zene, és akkor rászövő, vagy az, hogy va az énekes akkor I'm in the rain, but the dollar is green és akkor erre ír egy szöveget van. hogy I was in the rain, but the dollar is green <laughs> mit tudom én. Ez, ezért szoktam mindig mi mit tőmél ez ez egy szakta miny megkédezni az az összes I was in the rain and the dollar is green feléro uh... <laughs> azonnal lementő és ezért ja, szoktam szóval mindig megkérdezni akkor... itt a, a műsoron belül is az összes vendégemtől ja. nekem ez kibaszott izgalmas hallani hogy mennyire máshogy csináljuk és amúgy amit mondtál ott abban az epizódban az tök érdekes hogy, hogy, hogy te pont, pont mert én, is, én is inkább azon a nekem is arra fele forog a, az agyam szövegírás terén mint azt nem undosznak hogy ez a zenére rá, és akár van mm hmm -e ja, és ja. Ugye, hogy mondtad, hogy, hogy de hát ez az mennyire ízé, hogy ez így bezárja egy ilyen ja, Nekem nagyon. És nekem meg, nekem meg pont fordítva, hogy, hogy én, ne, én el nem tudom képzelni azt, hogy amúgy próbáltam, pont hogy érdekes, mert pont veled próbáltam ezt, hogy életemben először, amikor egy kész szöveget így rá kell, izé, mm -hmm. egy, egy, én mondom, mert ez, az ott meg nekem van az, hogy hogy bezárja egy ilyen hát, bazán, hát itt az, hát már, már nem tudsz, bár a szöveghez, és amikor csináltuk a, amikor először fíteltem a TSO-ba, a, meg, rohadjak meg, nem jut eszembe a számnak a címe. A, Witness. Igen. Igen. És utána az, az a te szöveged volt. Igen. És mondom, baszd meg, fú, ott olyat izzadtam. Komolyan? Hát mondod, igen, mert senki nem mondod. csinált, ezt még nem beszéltük soha. Nem hogy senki nem csinált velem azelőtt még ilyet, vagy így izé. Viszont meg én meg, én meg annyira izé, meg akartam nektek felni, meg annyira bírom ezt az, 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 az Nagyon szeretem az izének. Az mondom mindenképpen jól izé, elmondom, fú, most írjam meg neki, hogy én ilyet nem is tud én ilyet nem tudok, a szöveget, hát mondom, valahogy megoldom, és, és aztán bazek emlékszem, hogy ilyen arra az érzése, hogy így tökéletűen új flash volt, Aha. meg hogy így, hogy így bazeg, akkor így is lehet csinálni végül is, hogy hogy van egy ilyen kurva jó szöveg, és ez is geci lett az a... Ú, uh, az, az, iszonyatosan nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Ja, azt, ja, ja. azt, nagyon, nagyon Na szeretem. mindegy, ö, Ez érdekes, hogy... hogy Nekem rettenetesen hogyan... bekorlátoz. Ö, egyszer, kétszer volt, de a, igazából az csak egy ilyen kitöltve, amikor mit tudom én, számírás van próbán, és akkor csak azért, hogy amikor így nagyon érzem, hogy ez, ez kurva jó, akkor szoktam néha, ráhalandzsázni, de akkor is úgy halandzsázni egyébként, hogy... Euh, right. <gül> 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 hogy amúgy ilyen hajimajanára, ilyet nem. Az, az, biztos, hogy nem. Inkább van valami olyan, ami nulla gondolkozással jön valami angol, ténylegesen, és jaj, jaj, soktam, tehát az, hogy magyarul, van. és valamit, hogy ne, nah, ez végképp semmi, szóval nekem azt az szokott, hogy ami, ami jön, bármi, nulla gondolkozás, tök mindegy, hogy ez nyelvtalának mondjuk fasság. vagy csak kérdez, vagy Ugye már a miáj. Uh, tehát, hogy, hogy a Haji manané olyan nem. Az számomra az a halálos ítélet. Mert utána azt a szótak számot megírni utána Igen, értelmes szövegre, ilyen, az nekem ilyen az. Ezért van az, hogy bárkit kérdezek itt a műsorban, és számomra ez ilyen, hogy a faszba tudjátok megcsinálni, hogy a Haji manané le azt a szótak számot utána te így rász, ráhajtogatod egy rendes Amúgy az úr, hogy van, amikor viszont nagyon-nagyon könnyen megy, van, amikor meg kurva nehéz. De jaj, én, azt mondom, mondom, hogy szerintem mind a kettő verziónak megvan a, ja, a szöveges, vagy hazenés, vagy ne. hogy mind a kettőnek megvannak a saját buktatói, meg a saját izé, Csak azt mondom, hogy számomra az de nagyon igen, idegen, igen. mert hogy nekem mindig, mindig valamit akarok mondani, a szövegben és emiatt van az, hogy hogy én inkább az én szövegemet hajtogatom rá a zenéri, mint hogy a szöveget írjak arra, ami már irávon hajtogatva, hát, szóval nekem az és figyelj már, mint akartam hogy kurva sok szöveget átolvastam, pláne most itt a Lezeruszos csapatépítőben lent Balatonon totálon és hogy azt, amit megfigyeltem azt. that's fucking right that's fucking right legjobb záró, hogy általában, de mondd, hogy hogyha, hogyha rosszul értelmeztem, Igen. Általa, általában inkább ilyen világi nézetekről, meg azért politikai, közéleti dolgokról írsz, uh -huh. hogy, hogy ezekbe mennyire nehéz így beleszőnöd neked amúgy a saját kínjaidat, saját tenizét, és mennyire rakod bele amúgy így, mondjuk akár úgy, hogy mondjuk akarod, hogy megértsék az emberek, vagy mondjuk újrakockod bele, hogy, 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 hogy csak uh -huh, te érted. Uh -huh. ö, nehéznek semennyire nem nehéz, mert csak olyat írok, ami az én szemszögemben megállja a helyét. Vagy azért, mert ö, jobban személyes hangvételű, V vagy hogyha esetleg általánosabb, akkor is az az én nézőpontomból van megírva. Szóval az, hogy mennyire tudom elrakni magamat abba a témába, amiről beszélni akarok, az soha nem kérdés, mert csak olyan témáról írok, ami. A te nézőt. Igen. Ilyen, Tehát, hogy. És, hogy, hogy te vagy. Olyan nincs, hogy most akarok írni arról, hogy, és akkor azt én hogy tudom elmondani az én szavaimat. Nem. Tehát ilyen gondolatmenet soha nincs, mert mindig az én nézőpontomból beszélek bármiről is. Az, hogy mennyire fogja ezt megérteni a, a hallgató olvasó, az egyáltalán nem érdekel. Szerintem nagyon érthető. Szóval... Nulla. Tehát az, az nulla, <laughs> vagy mínusz 5000. <laughs> És figyelme, mit akarok, hogy Hát nyilván annál komolyabbak, meg annál uh, ilyen, ilyen uh, aktuál, uh, akár politika, akár uh, bár, tehát egyre komolyabbaknak érzem a szövegeimet abból a szempontból, a tso belül, hogy nyilván, hát ezek 13 éve csinálom mindjárt ezt a zenekart, azért 13 év alatt az ember elég durván változik, és nekem tök jó, én tökre szeretem, hogy ez, ez a zenekar, ez rengeteg dologban segíti egyébként az én életemet is, meg a néző pontomat mindennel kapcsolatban, akár az emberi kapcsolataim, akár a, 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 szakmai zene, grafika, politika, bármire, szóval nekem tök jó szimbiózisban van a zenekar, meg a saját életem, és, és nyilván ezért van az, hogy egyre ilyen, mit tudom én, komolyabb dolgokról van szó, az Igen. egyre későbbi lemezeken, mert érted, hát növök fel, én is nem 17 éves vagyok, mint az első izé, ja, nem bocsánat, az első van 19, de hogy tehát, hogy nyilván az meg 31 évesen sokkal komolyabb dolgokról fog írni. Persze. Mert sokkal több élettapasztalatom is van. Tehát ez szerintem mindegy ilyen teljesen természetes folyamat, hogy annál több dologról tudsz írni, meg valószínűleg annál komolyabb dolgokról fogsz írni, minél idősebb vagy, mert annál kevésbé. És te ilyen, amúgy ilyen, ö, ö, ilyen szöveg erőltetős írós arc vagy, vagy gurul amúgy, 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 így kigurul, amúgy so, koki kokigurul. De van, van, hogy így leülsz, hogy na, ezt most csinálni ő. Na, soha nem, nem lesz, soha jön. úgy, hogy kell. Mert Jó. hogy mindig van, ugye, ahogy beszéltük, hogy a telóban a jegyzet, az 0-24-ben működik. De konkrétan ma például volt olyan, hogy fél háromtól fél négyig felébredtem, és nem tudtam visszaludni, és, és leírtam egy csomó gondolatmenetet, amiből majd lehet, hogy lesz meg, de lehet, hogy nem. Amúgy, ugye, tehát és nyilván... angolul. Aha, a... ja, mindig angolul szoktam. Mindig, mindig. A, egyébként a, a Hell tehát az első EP és a Hellwakening Konkrétan, egyszer meg fogom keresni, mert biztos, hogy megvannak itt, ott, mot. Tökéletes magyar szövegként van, volt megírva először. De úgy, hogy kijön, nah, kijön geció magyarul. Tehát nem csak az, hogy valami ilyesmi lenne ez. Hanem egy nagyon csinál. jó magyar szöveg, és aztán abból I, lett egy ilyen. Abból. Tehát, hogy addig nem hagytam békén, amíg, mert akkor még nem tudtam olyan jól angolul. Uh -huh. És akkor még magyarul volt meg a gondolatmenet, és azt kellett angolosítani. Viszont magyarul megírtam úgy, hogy az kész. Csak én, nekem nagyon idegen magyarul énekelni, uh -huh. és ezért nem, énekeltünk so nem énekeltem, ezért nem csináltuk a zenét magyarul, mert nekem nagyon idegen valahogy. Ez Meg nehéz. Az... Szeretek magyar szöveget hallgatni egyébként. Bizonyos stílusoknál, ja. Igen, igen. De van, konkrétan a metálon belül nem szeretem én a magyart. Sem. Igen. Szerintem a metálnak nem áll jól a magyar. Nem, hát... De ez az én véleményem, meg akkor a tiéd is. Ö... Úgyhogy végül is. Ez, végül is a vélem. ez az igazság. Ez az igazság akkor. Természetesen. Ugye már leges, legelső szövegedre emlékszel el. Jó, saját kérdést csapd be. Ja, ja, ja. Leges, leges. leges... Miért szoktad mindenkitől kérdezni? Igen, yeah. Ez kúra, kúra érdekes szöveg, meg szoktunk kérdezni. Hogy legelső és tudsz belőle bármit idézni, van jó, kínos. What you get is what you see. Nem, az nem. Azt, uh, csak el, most, 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 dolg, most, uh, most uh, dolgozunk egy lemezen a barátaimmal, és, és uh, a, tehát az egyik legújabb szövegemben van benne az, Itt hogy... Tényleg szóval a legújabb szövegemnél jutottam el odáig, hogy ezt a sort leírjam. Janó Mihály tiszteletére természetesen. Igen, ugyanis Janó Misi mondta nekem mindig a Next azt, hogy Bandik, hát már bele van, ilyen vacsú gerőz, vacsú szín. már benne. És ez túl magas labda volt, azt kiadjuk. Ami amúgy egy exodus számmal lévő rész egész. Meg én 54 ezer dalszövegben meglévő. Figyelj, első dalszövegem az egyébként by the way, pont a podcast uh, kereteim belül egyszer, mert szoktam, ugye két hetente jövök egy része, és van, hogy posztolok egy olyat, ami egyik részhez sem kapcsolódik, hanem vagy a műsorhoz, vagy az én szemléletem, vagy bármilyen kicsit másabb dolgot is beszoktam szúrni, és volt egy olyanom, ahol kiraktam azt, hogy ilyen, mit tudom óvodás voltam, nem tudom, hogy hány éves óvodás voltam, az, eh, akkor írtam meg az első szövegemet. Azt, azt tuti. Nyilván az már nem ez a mostani. De várjál már, óvodáson írtál egy ja, szöveget. Ja, aha. Nyilván fas volt. Hogy a faszomban? Borzasztó volt. Nyilván. Nekem édesapám dobos. Tudom, én, én, én nagyon közel voltam a zenéhez ja, mindig. az komoly. Viszont akkor úgy. Sőt, amikor én születtem, pont nemrég beszéltem szüleimmel erről, hogy a hogy amikor én születtem, akkor apának ő, még a dobolás volt a fő állása. És amikor én megszülettem, mielőtt megszülettem, és amikor megszülettem, akkor kellett még pluszba melókat vállalni hogy tényleg csak fix üze, nyilván jövedelem legyen, de hogy ő, ő akkor nagyon-nagyon-nagyon a zenélést nyomta. Szóval nekem mindig közel volt ez a, a zene. Az életem, ez úgy így, meg volt egy ilyen rettenetes ilyen műanyag gitárom, ilyen Stratocaster formájú, Jú, de ilyen rehet, voltak rendes domilhúrok, meg minden, de ilyen elekt, a, lehet, hogy elemes. Mindegy, nyilván nem lehetett rajta a, játszani mikkesen. igazából, de, hogy, de, hogyha kezedbe fogtad, ekkora volt, de ha kezedbe fogtad, akkor ó, így nézett ki, mint egy gitár tényleg. És akkor azzal tizé, majomkodtam, és tök jó, mert anya mindig leírta az ám, csináltunk álmos könyvet is, meg én már két év, tehát amikor meg tudtam fogni a cerkát, két éves koromtól én rajzoltam és ezeket mindig elrakta anya, mindent Leó. elrakott, mindent rajzaimat, leírtuk reggelente az álmaimat, és nyilván emiatt leírta az első dalszövegemet is, úgyhogy az megvan. Azt a hogy És a számcíma egyébként az, hogy babszemek. Tehát rendesen számcímmel előadtam, hogy figyelj, anya, írtam egy számot. <gül> <gül> babszemek, ez a szemcím és mi a szemek? égünk a napon, mint a fonnyadt trágya. De jó, hogy így nem ez, ez, kurva jó. Megvan bennem, biztos, hogy azért... és az, és a legdurvább, hogy én, nekem ilyen durva ez kurva. a, minek hívek, ez a fotografikus memóriám é. van, vagy mi. Még nem csak a memória része, szóval ez egy más, hanem, hogy mai napig a szövegeim, ahogy a notes-ban úgy le van írva, az így itt van előttem, hogy hogy van az a sor. E, meg, ilyenek, meg egy csomószor ott van egy ilyen kép, ami megjelenik e, arról, hogy miről énekelek. Tehát nekem egy csomószor így vizuálisan is megjelenik, hogy miről szól a szöveg. A kurva Itt, ezért van az, hogy a a tésőbb, ugye egy millió rajzon van, póló, <laughs> mint a Artwork, mert hogy nekem a szöveghez azonnal jön filmként egy izé is, hogy mi történik közben, amiről énekelek. Jézus, Annak az... van vizuális. Tehát az előttem, amikor nyomok, akár próbán, akár koncerten, akár amikor írom, Nekem így előttem itt van az, hogy mi történik, meg a, ahogy le van írva az is egyszerre. Van egy borzasztóan lírik videó, így, itt van egy ilyen. Hát ez kurva jó. Ilyen fátyolosan. <laughs> 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 és a babszemekről is egy itt van előttem, hogy nem tudom miért, de hogy egy ilyen tényleg így nagyapának volt egy ilyen kurva szőleje, ahol így mindig kint voltunk és akkor ott euh, nyilván összehorta a bármilyen lenyírt szénát, tizért bármit, és az ott nyilván ott komposztálódott egy ilyen. Ízért, és valahogy így az van előttem, hogy az az, ahol így ott van egy ilyen kurva nagy adag, ízért, komposzt, és az itt uh, rohad, és így uh, az van előttem, hogy a babszemek égünk a napon, mint a fonyat trágya, és ez ott iszonyú. Ilyenek így van. Neked ezt leg, kéne ilyen... bele kéne rakjad Babszemek, Figyelj <írlí Bar> <díaz> és uh, milyen uh zenekarok volt, vagy mi, 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 az a, mit tudom én mondjuk nekem uh, ilyen első ilyen szövegek, amiket így elolvastam, ilyen nu erre meg itt tevézi, ezekből uh, ugye olvastam, hogy úristen, baz meg, ez kurva ez szöveg, ilyet akarok én is írni, vagy nem tudom, mi első ilyen löket volt, vagy ilyen inspiráció neked, hogy így, vagy azt mondom, hogy azt tudom, kurva egy konverges, vagy nem tudom, hogy, hogy mondjuk ott találtál valami olyat, ami azt mondtad, hogy, hogy hú, ez az a szint, amit Aha. én is meg akarnék ütni. Az a durva, hogy a Converge nekem egy ilyen ö, ö, úgy az egyik kedvenc zenekarom, egyik legesleg kedvencebb zenekarom, hogy, ö, hogy ez egy ilyen audiovizuális élményt nyújt nekem minden alkalommal. Teljesen a Converge az egyetlen zenekar, amit tök máshogy hallgatok, mint bármi más zenekart. Uh -huh. Ott valahogy nem számokat nem szövegeket, témákat hallgatok, hanem ott is, tehát az a szint, a converge a legdurvább hatása rám inkább az, hogy milyen szinten van egyben a hangzás, a, az artwork, az egész, ahogy egyszer hümpölyög, ott nem a az... Szövegeket, ott ö... valahogy annyira nem, az a legdurább. Az, az pedig amit tökre szeretem tehát, igen, ott... mondjuk alapvetően hogy a, 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 hogy hívják a... Jacob igen, szóval, hogy... Ah, most <laughs> ne, nem az arról az híres, hogy óriási, persze, persze, de hogy nem az, az rossz. hogy mmm, de jó kis mondat volt Ezzel de az amúgy meg igen, viszont amúgy meg igen. igen amúgy tök jók a szövegek, csak valahogy szót nem ér, ezt is Janom is mondta, szót nem értek belőle, de minden szavát elhiszem ezt mondta a Tom arra a, jár az lérből. Mondjuk ott az lehet érteni, de... <gül> 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 nem értek mi más Értem, szóval akkor nem az... Nem a Converse az, az, az. az például az a legdurább, ott... ott, ott szövegileg, null, no, szerint, sőt, hülyeség, És biztos, akkor, hogy van volt hatásra. az, Akkor mi volt az, ami... Itt az van, hogy én kilenc éves korom... Egyébként... Arm, no nem, man nekem már Soulfly. Speaks to the world. Nekem már Soulfly. Jaj, Soulfly... Ő... Soulfly Primitive <laughs> euh, volt az egyik első metállemez, ami így meghallottam, és így... akkor a szövegre is ott azt mondtad, hogy... Aha, ott így nagyon. Nyilván nem a jump the fuck up-ra, az volt, nyilván az volt, hogy mivel Slipnek Slipnet, tehát nekem az egyik izé. Na ott a Slipnet viszont szövegileg a mai napig. Igen, az, meg az, nagyon az nagy... Jézusom, zeneileg szövegileg mindenhogy, nagyon-nagyon-nagyon. De egyébként nagyon vicces a, tehát amikor elkezdtem ilyen zenéket hallgatni, vagy bármilyen zenét elkezdtem hallgatni, akkor ö, nem, hogy nekem nem volt még számítógépen meg az internetem, hanem akkor még azért nagyon izé volt. Tehát nekem ilyen, iszét, ilyen matrix feelingbe volt, hogy így van, akinek van otthon internete, és így ki tud írni így, így zenéket, így CD-re. De semmi fogalma nem volt erről. Szóval így kapogattam az ilyen verbatim CD-kre, ohány szám csak ráfér. Feltek. És, és emlékszem, a software primitív volt az, amit én meghallgattam, és így ez amúgy így Sőt, az meg, hülye vagyok. Szerintem hamarabb hallottam a Soulfly primitívet, mint a Slipnotot. Esélyesen. Igen. Utána lett az, hogy az a csávó, az, aki ott fitel, az milyen hang, az mi, és utána te izé, és, és a, a Szofrák Primitív volt, azt tudom, az első olyan amit amit meghallgattam, és így ez a világ legdurvább zené. Soha nem hallottam, <gül> <gül> ja, 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 ennyire durvább. Bultúra, az, az, az olyan volt, mondom. hogy mondom, ennyire durva zenét, zené, hogy soha Ruth nem hallottam. <laughs> Jézus már nem. Ennyi a parábriffet értelem <laughs> voltam. Várjál, most jöttem rá, hogy mi az a riff. Mm. Teljes, um. teljes Bocsánat, még a izére, tehát hogy nekem Bors. szövegileg azért is volt az, hogy bár hamarabb így megvoltak, hogy mi történik, és azért is tudtam odafigyelni a szóval primitívről, mert az ott az egyik első metal, amit hallgattam, mert én kilenc éves voltam, amikor először elkezdtem ténylegesen így odafigyelni, hogy akkor most zenét halljuk, most nem csak azt, hogy szól valami, és az jó, vagy azt mondják, hogy az jó, vagy nem tudom, akkor én elkezdek akadni, és az rap -zene volt. Szóval hogy a repzenem jatt miatt... Jó, ja, várjál, te előbb kezdtél ilyen rappet hallgatni, mint már tár. Így van. Ja, ja, ja várjál, én rappet hallgatom Hát az meg ugye az, az nyilvánvalóan szövegt. Nyilván fogalmam nem volt az elején. Fogalmam figyel... nem volt. Nem. Tehát csak pont az az, hogy az elején nyilván nem. Mert csak azt hallom, viszont akkor is azt hallott, hogy szövegelés, szövegelés. Hát azért ott, ott Ú, szerintem pláne gyerekként izé. azért könnyen izé felszívja szivacsként a, izé, gondolom, hogy ott nagyobb Persze. dózist kaptál. A Nagyon. Tehát ott, ott is azonnal a szövegek egy. Bázmik érted, egy rep számban ugye annyi szöveg van, mint a legtöbb. És akkor miket, ha, mi, milyen ilyen old school? Hát ő Wu tang volt Wu -Tang, az első, ö, meg az akkori... Enemy. Public Enemy is, egyébként az annyira nem. NWA. NWA, az is, az is egy kicsit később, a Wu-Tang volt, ami nagyon. Ö, uh, man. Uh, hát nyilván, tehát a bármelyik wu -esnek a külön cucca. Uh, Dr. Dre volt, Snoop Dogg oh. volt, Eminem oh. volt, tehát ott az a, ja, ott az az éra, ami nagyon emlígéltek. Ice Cube. Ezek voltak, és akkor úgy kezdtem el, úgy hallottam először metát, hogy, vagy amire, amire emlékszem, az az volt, hogy Method Man a Limbiskitben, az Antogether Now Jajjá. Significant Other lemezen. <laughs> és így ismerted meg a Limp Így meg a Limp És mondom, ezt a számot meghallgattam, és mondom Method Man alapból mai napig számomra az egyik legkirályabb hang ever, és így újra az enyém, fasz ez a, számol, és jöv, a szám, hogy fítel a Method nagyon nagyon jó a szám, és ez egy kúra jó az, és mi, mi ez, a fitel? meghallgattam, és így baszta kurva, hogy ez, ez ilyen, ez ilyen repes, de így fú, basz, így van vele egy gitár, meg így, fú, basz, mi ez a dob, hogy így nem csak egy ilyen beat van, hanem olyan dobolás, ugye John Otto iszonyatos grúvok, ugye hát édesapám dobos. Ugye? Szóval, igen. és olyan, baszd ez, ez brutál, és akkor kijött a Csávó Starfish, és így goodbye, mi a fasz, ahol, ugye nyilván ott van a Rolling-nak van egy igen, a igen. lemezen van egy másik verziója. Hát ott is van a exhibit Mondjuk én ott az a falra fel. Én azt hiszem, jó volt a hang, hogy ilyen nagyon különleges volt, de hogy ugye van ott a, a Rolin-nek Rolin az a plusz verziója, amiben benne van DMX-től kezdve a Ez Ezért csomó mindenki Cs, baszd mondom, ez, ez, mi ez a zene? És akkor Limbiski után nyilván Korn, mert hogy ugye ők voltak Death ki, azt kurva Deftons is annyira nekem nem, az már nagyon, mert nagyon ez a. Utazós. Gondolom azért tetszett neked, és nekem annyira nem. Te ugye szereted nagyon a panterent is, én, meg, tehát abba jobban bennem ez a Nekem az az ilyen lassabb, ilyen Igen. ez Ezért riffelgetés. Nekem sokkal nagyobb összeköttetés van a Deftons és a Pantera közt. Mindig ez az első Va. húros, ez így... Fú, nekem ott az ének volt nagyon. A, a Deftonsba nagyon... tetszett? Nagyon az ének. pocsék szövegek. De nagyon de, tetszett az ének. Nagyon hogy rossz. Mi az a, És nyikorog így ez mi az, az ének. Az? A zene nekem ott Furi annyira volt. még nem, mert ott, ott jobban ez a metálos, amit akkor még nagyon Furi nem. Volt, nagyon. És akkor ott a korn viszont, ami így üvezik, és beteg, akkor nyilván a kornba is izék, kibaszott jó fítek, szövegek eszméletlen, artworkök Azt eszméletlen, teljes izék kilevés, és akkor egyszer csak ott meghallottam, hmm. nem tudom, hogy hogy, a slipnatot. És akkor ott és lett. Nem, még csak először az első, nem akkor jött, tehát amikor kijött, akkor még nem vágtam az első slipnetot. Ö, ilyen 2000, 2001 az álljóba, előtte kezdtem el hallgatni a slipnetot, pont kicsivel az hogy kijött az álljóba. Tehát vágtam a slipnetot, elsőlem első román hallgatás, és, és egyszer csak kijött az álljóba. És tisztán emlékszem, én BMX-eztem akkor, volt egy ilyen brigáda, ahol hallgattuk ezeket a zenéket, BMX-esek, gördeszkások, görkorisok, tudod, ez a régi tipik izé, és e, volt egy, volt egy másik BMX-es srác, akinek meg volt nyilván más volt CD-n e, az Iowa, hogy kijött, nem tudom mikor kijött a lemez, és neki így megvolt. És így elkérhetem kölcsön, hogy így otthon a magnomba hallgassam pár napig, és elkértem egy hétre a cd t nem tudom, és tisztán emlékszem, hazaértem a hajtásból, beérek így a szobába, magnó felnyit, CD berak, leülök így zágyra, play, és így <sínt> Elindult, és Elindul. ez mi, mi ez? Geci. Teljesen ki voltam, hogy ez mennyire Igen, durva. És az volt. első, ami ebből az ilyen metálosból a hardcore felé ment, nekem ez a hétbrid volt. Ja, ja. És én mondom, azt tudom, ez nagyon kemény. Ott is jó szövegek voltak. Na, hát, o, na és ott volt az, hogy akkor az ott a hardcore, és kezdve akkor ott mik ezek a szövegek, az Utána volt nekem, a, ami a mai nap is az egyik legkedvencebben volt, ez a Throwdown nevű. Olyan. Ö, ja, persze, mert utána ők már elmentek abba, amikor nekem már nem tetszett. Az nekem kicsit se ilyen, ilyen, ilyen metalikás. Hát, hát elég panteres, és zébe. nekem az, nekem az nem tetszett. Holy Roller. Vagy még azért volt, nem. Hú, gyerekek, most Igen. veszítettetek el. De ott az azért volt, mert az eredeti énekes kilépett, és gitáros lett az énekes. Hát, ja, csak az eredeti énekes meg iszonyatos volt. Ő voltam, hogy az 8 visions be gitározottam ugye az ilyen emósban. volt, amit volt szintén az nagyon Úgyhogy az ott borzasztóan nagyon-nagyon tetszett, és akkor, akkor ástam bele magam abba, hogy, ja, hogy ilyen szövegek is vannak, amik viszont ennyire ilyen. Fuh, és akkor lett a hardcore, azért tetszett nekem igazán, hogy ott, ja, hogy itt ilyen szövegek, hogy a unit, tudod, ami nyilván már ilyen hangzik, de hogy baz meg, kis Z10, nem tudom, három-négy évesen az meg így, hogy itt ilyen van, hogy itt arról beszélünk, hogy nem tudom, de mert hogy én mindig kiskoromban, tehát nekem mindig majdnem, hogy tíz évvel idősebb barátaim voltak egészen, icipici kiskoromtól kezdve. És tök jó volt, hogy meghallottam ezt a zenét is, és akkor így Bazzik, hogy tényleg lehet valahova tartozni, mindig én a kicsi, meg nem tudom, de hogy de lehet tartozni, és, és borzasztóan tetszett, hogy ez ilyen. Úgyhogy a ott Unity. azonnal aha, az a Unity, amire nyilván, amikor így elkezdtem saját kart, és belecsöppentem, és megláttam, hogy kik azok, akik alkotják art, akkor rájöttem, hogy aham, hogy ez pont az ellentéte, de <laughs> inkább az egymás köpködés és szétúzás, de leszarom számomra, akkor is azt fogja jelenteni, hogy összetartunk. tartunk Uh, figyelj, ez, csak ilyen röviden, mert azt soha nem érünk a az, lemezhez. <laughs> hogy, hogy mennyire a többieket mennyire tudom úgy itt belevonni be a szövegírásos izébe. Mennyire, érdekel, érdekelte, érdekli őket, nem tudom mi. Belevonni nem is Nem akarom. is akarnád. Ö, nem, nem, nem úgy nem akarom, hogy senki nem mondja meg nekem. Ö Mostanában már nem szoktam kérdezni, de vagy megkérdezem, hogy mit tudom én, van-e. Az? Azt mindig szoktam, tehát a véleményüket mindig kikérem, vagy kérdezem, hogy izé van akinek, van-e valami, amiről akarja, hogy Igen. szóljon a zenekar. És semmi. És semmi, mert mindenki azt mondja, hogy leszarom a szövegeket, én csak dobolok, bazd meg. Volt ilyen, volt ilyen tagcserénk. És tehát, hogy nem szoktam kikérni így véleményt, de mindig beszoktam küldeni a szövegeket, mindig beszoktam küldeni az ártverköket, hogy figyelj, ez van, ö, mindenki egyetért, van -e van-e nem tudom. Tehát nem úgy kérem ki a véleményt, hogy ö, van, aki így beleírna valamit, vagy én, tehát így, így nem, de de mindig megosztom velük, tehát hogy ö, meg tökre fogékonyak, tökre értik, hogy hogy ez nem olyan. Tehát nem kérem azt, hogy írjatok bele, vagy, vagy véleményezzétek, vagy elemezzétek, és emiatt, hogy nincs az a nyomás bennük az, hogy én most ezt azért küldöm be, hogy foglalkozzunk vele közösen, Igen. miközben miért kéne, hogy bárkinek is az meg, legyen egy, 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 hozzá tevő gondolat, nem kell. Viszont így, hogy látják rajtam, hogy félsz, megírtam, ez van, kikérem a vélemény, például tök izgi volt, hogy imi, 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 egy ilyen közepesen vallásos családból jön, uh -huh. És nekem az volt az egyik első ilyen ö, hülyén hangzik, hogy sikerélményem, mert nem volt célom ezzel, csak az volt az egyik első ilyen, hogy ezek szerint tényleg van hatása konkrétan annak, hogy írok valamit. Amikor ímia nem tudom melyik szövegnél, nem tudom, fogalmam sincs, hogy hol tartottunk a zenekar életén belül, de hát csak így, hogy ő így neki amennyi ideje, mi már ismerjük egymás barátok vagyunk, együtt csináljuk a zenekart, és azt, ő, ő mindig nagyon rajta van a szövegeket. Tehát mi, mivel így a szövegek, meg a zenével van az, hogy én küldök egy szöveget, ő az alapján ír egy számot. Van az, hogy ő küld egy számot, én az alapján írok egy szöveget. Az imivel is szent szimbiózis uh -huh. ez a szöveg és zene, ahogy mi ketten ezt csináljuk. És ő imi volt az, aki így egyszer mondta, hogy full-full leteszi ezt a bármilyen szintű ö, vallást, mert annyira érti a szövegeimet, és annyira ez megváltoztatta az ő világnézetét, De pedig eszemben nem volt, hogy ha ez egy fasság, ezt nem kéne, Tehát semmilyen nem volt bennem. Mindenkinek mindig tiszteletbe tartom bármilyen vallásom van, bármi, nem tudom. Ö és egyszer csak ő jött oda magától, hogy az elengedtem minden szinten, mert tökre át variáltad az észjárásomat azzal, hogy milyen szövegeket írsz. Szóval az például ez, egy isz, ez, nagyon durva volt, hogy így rájött, hogy Más dolog a vallás, meg a hit, meg a így uh -huh. tökre. Szóval, hát, hogy, hát, e e a szóval, hogy. Van, van, van elége, vélemény, elége van viszély, e tehát, hogy szerencsére nem, nincs az, hogy volt és volt, hogy ténylegesen ezért váltunk meg tagtól, aki ilyen szinten volt, hogy pff, leszarom. Hm. Leszarod a szöveget, akkor nincs keresni volt az Ekarban. Sajnos igen. <suk> Na, ide új lemez. Először is mm -hmm. nyilvánvalóan gratul, tudod, hogy imádom az új lemezt. <laughs> Esetleg valaki nem hallgatta még meg az új TSU lemezt, akkor azonnal hallgassa meg. Én kiválasztottam egy pár számot, amiről szerintem mindenképpen szeretnék dumálni. Uh, hát ez nem így működik. Nem tudom, aztán... ha hallottad e már a műsort. <laughs> hát most én vagyok a műsorvezet, úgyhogy nem érdekel. <laughs> okay. uh, és aztán pedig térnék rá a trackre. Szóval, amúgy a, a legelső szám, amit ki is hoztatok, meg ami a lemeznyitó is, az a Prisoner. Igen. Hogy kurvára uh, tetszett, hogy így, így legelső sor, created or not, virus broke out, yeah, yeah. hogy így, így azonnal in your face, hogy ez direkt volt, hogy hogy mondjuk így akarod így az egész lemezt így kezdeni. Mindenképpen. Úgyhogy, tehát uh, ö, a, amikor ö, beszéltünk a legelén arra, hogy milyen hatással volt a, a, a COVID rám, a zenekarra, a tötörötről, ténylegesen az volt, hogy ahogy elindult az, hogy tudom nem lehet semmit csinálni, törötre, realizáltuk, hogy amúgy ezt mindenképpen pozitívan kell megélnünk, mert különben nem csak a zenekart állíthatjuk akár földbe, hanem magunkat is. Én legalábbis nagyon így vagyok évek óta dolgozom azon, hogy hogy jobb ember legyek ö, magam felé, és abban nagyon sokat hozzátesz az, hogy mindennek, az összes szarnak is megpróbálom egy picit is pozitív ja. oldalát megfogni. És itt is úgy voltunk, oké, okay, akkor figyelj, csináljunk zenét. Tök jó, úgy is akartunk törtörtön. És nekem a szövegek, ahogy mondtam, euh, akkor kezdtük el csinálni, amikor már így iszonyatosan ki lett maxolva, ugye nagyon hamar, mert hogy eredetileg valamikor november-decemberbe indult az előtti évben, ugye kint Kínában tötörötről, tehát mire eljutott hozzánk, nálunk azért nagyon gyorsan tudott azonnal százra ugrani nulláról ez a Covid. És emiatt iszonyatosan sok dolog keringett ezzel kapcsolatban amik nyilván a mai napig is összeesküvés elmélet, meg izé faszom, meg nem de tudom. tudom. a az ember a megnyugvást. Nyilván, mert kell, tehát valamit kell találnod egy olyan dologra, amire nincs válasz, arra, muszáj, arra, muszájnak érzed, hogy találj választ. Mert, Igen, és mert ez tud be, majd, 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 hogy, tényleg de ez, ez a központi lényeg, szerintem a Szitúnak, hogy és tök mindegy, hogy most kreált, vagy nem igen, kreált, és ez, itt van. Igen, ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy leírjam, hogy rengeteg, meg az elején még nyilván ténylegesen nagyon kérdéses volt, sajnos ebben a... Nem, nem mondom magam konteósnak, csak uh, nyitott vagyok mindenre, meg túl sok filmet nézek, és... Uh, hát fintam, ugyanúgy a kérdés most is nyitva van még, hogy most uh, Éket, igen. nem fogjuk tudni. Persze. Tehát ezért volt az, hogy mindenki bele akartam írni. meg mit tudom én, ez se. És... és ezt bele akartam írni, hogy, hogy, hogy igazából teljesen mindegy, hogy ezt most direkt csinálták ezt a vírust, vagy nem, de kurvára ez van. És amikor 2020 márciusában indult el a dráma... Hát ugye akkor lett volna az a koncertünk, amit most pótoltunk be. Igen. Emlékszel, 16... De hogy akkor már kész volt az összes szöveg? Nem, nem, nem. nem Szóval, hogy akkor, amikor elindult a foslavina, akkor kezdted el megérni a szövegeket, Még nem. Akkor lett az, hogy mostantól nem lehet koncertezni, Fasz tudja meddig, és az Igen. egész életünk teljesen más lesz. És ott nem sokkal egyből jött a lockdown is, faszom, Igen. tehát hogy tényleg brutál volt. 7-7-7. Lett... Így van. És, és akkor lett az, hogy akkor, oké, pozitívan kell hozzáállni, hogy közelek arra, zenekarra, úgy csakartunk, akartunk, oké. Így volt egy csomó témája, amiket egyből küldözgetett, Béla csinálta a gumidobot rá. én meg úgy voltam vele, hogy oké, kezdő szállni kurva gyorsan, úgyhogy akkor ö, mindenképpen szóljon erről, ami történik ma. Igen, és akkor ennyire aktuális teljes még is. soha nem volt. Ennyire konkrét, ennyire izé, mert hogy semmi mással nem kell foglalkozni, nem kell próbálni, nem kell koncertezni, semmi, akkor most legyen fullbanyomva, nyomva, tényleg iszen fullban kretén, iszonyat aktuálva, Érződik ami az összes történik. Össze szövegen, amúgy nagyon ez a koncert szó. És a egybe, a és, ügyenek. az, és az full egybe ír. Tehát az egész lemez itt egybe van megírva. Tehát, hogy ahogy mész, ő, ahogy jönnek a számok, ezt egybe ez egy, ezt az egy darab. Az egész nagy... ez egy darab. Ez egy darab. Komolyan. Kivéve a... Az, a... ezt ki kéne raknod úgy, hogy, hogy egy... egy, ö, egy. fogja hát... De mi lesz a rom? Hát ott van az átfőt. Azért, azért van a de mi, az átfer. De és ezt úgy írtad, hogy telefonjegyzet, és ezért, t -t 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 80 ezer oldal szünet nélkül, és akkor honnan tudtad, hogy hol fogod elválasztani a számokat? Hát így nagyjából megnéztem, hogy meddig tartana egy téma. De azért, ilyet nem is hallottam még. Ja. Hát menjünk már innen. Ezért van meg. az, amit ugye most hozunk ki az Icebreaker-t. Az volt az első olyan. Az, az szintén egy. De ott, ott, ott csináltad minden. először ezt, hogy Aha. így az ő. Az brutális. Az, 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 nem az nem a mai napig is a kedvenc térsó amúgy. Nyilván az Exodus a legjobb térsó. SBK-nek rengeteg hibája van, rengeteg zé fasság van benne, tök más, hogy nyomnék fel, szöveget is picit átírom, teljesen mindegy, majd napig a kedvencem. Mert az az, ahol először elkezdtem azt is, hogy erre végződő számok nagyon durva egybe legyen tört, 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 de hogy ott van az, hogy a zene, ott viszont a zene is egybe van, ezért is van az, hogy az új cucc, amit kihozunk most, az egy trekként teszem fel, mert egyben van értelme. Zeneileg is egybe cseng, szövegileg is egybe van, és most ez, ennek lett egy ilyen amennyire lehet tökéletesített verziója az Exodus, ahol szintén egybeírta mi a éket számokat, mármint, hogy egy. Ez kurva, jó És nekem szöveg, szöveg, a szöveg az, az, szöveg az szöveg egy, az jel le van írva, hogy mi a Covid, onnantól, hogy most elindult valami, faszom tudja, hogy ezt valaki csinálta, valaki nem, de kurvára itt van, és, és akkor utána szépen, ahogy írtam, hogy milyen aspektusai vannak -e ennek a mostani életünkre, amit azóta nyilván lehetne bővíteni, ja. mert haladtunk, de hogy akkor ennyire jött ki. És ahogy úgy éreztem, hogy valószínűleg ez egy blokk, ez még egy blokk, nézzé, hány szám lesz simike? Négy, akkor négy. Olyan hamar már egy négy száma, mint a szar. Akkor még kettő nem, mert van egy csomó témá még jó, akkor legyen. Akkor kicsit tovább írom azt a témát. Ott kicsit tovább írom még azt a témát. Oké, okay, akkor oda még egyet, akkor az hat, és úgy lett végül nyolc, hogy akkor jött ugye a repszám. Ami ugye az Andris Káscút, igen, igen, igen. meg a végére, ami az egészet számomra nem szeretem, amikor valaki azt gondolja, hogy azért, mert ezért nem szeretem outro kezelni amúgy a Heat mert nem outro amúgy. Az a számomra hogy a koronája lemeznek, ez az, ami ott jött. Ugye abban nincs szöveg, abban egy ilyen aktuál mindenféle szintén uh, szintén szemplerek vannak interjúkból, zégből. És figyelme, töröttem. a kettes tracknél Peacekeeper, Igen? ott uh, uh is a... Hát az... Az, uh, az, már egy kicsit azt. Én, én lehet én, én nem vagyok uh, up to date. Igen? Hogy az, az honnan, mi, már nem tudom én, én rákerestem, arra meg vágom ezt a szám, ezt Igen. az eredeti számot. Igen. Csak nem annyira, amit a kurva jó, csak hogy ez honnan... Én nagyon szeretem amúgy az eredeti számot. De várj, ez mi, ahogy hívják ezt az előadó Most majdnem Cindy Laupert mondtam, és kurva ciki lett volna, mert nem az, de majd... Vagy mindegy, valaki, valami nőci. Igen, egy tipikén 80 as évek slágjár, én nagyon szeretem azokat a zenéket. Egyébként is tökre szeretem ezt a számot, és az a szöveg, nem tudom, szerintem valamikor akkor hallgattam azt a számot, amikor épp ezeket a szövegeket írtam és annyira benne maradt, hogy, hogy mennyire amúgy Covid ide vagy oda, de a Covid alatt pláne, hogy ez a, ez a, így megvan mondva, hogy úgy keci szar minden, de, de ha így azt mondjuk, hogy amúgy tök fasza, tehát hogy ez geci jó. Tehát ezt mondják nekünk a hatalmon lévő emberek, teljesen mindegy, hogy az politikai, vagy, vagy vallási, vagy, vagy bármi ember, aki hatással van arra, hogy mozgasson tömegeket, és el tudja hitetni az, hogy elmondja többször, akkor az akkor tényleg úgy van. És ez a heaven is a place on earth, hogy, 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 hogy ez -e? Hogy az van mondva, hogy minden fasz, minden kurva jó. Akó, akkor, el is hiszed, hogy minden kurva jó, mert hát sajnos tényleg ez van az iszonyatos nyáj mentalitás, ami a crowd pleaserbe ugye még tovább van víve, Hogy, hogyha ezt ennyiszer el van mondva, hogy ez így tök fasz a minden, akkor el is hiszed, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon fasz a betét, és például tessék, ez megint egy olyan dolog, hogy ő nem film, de hogy egy ilyen szempler, és hogy bele is raktam a szövegbe is egy az egybe azt, hogy Heaven is a place on earth. Kurva jó. Hogy azért. Igen és mert Jó, szerintem nekem nagyon passzol abba, amit mondani Persze. akartam, és mivel ezt a számot azért sokan ismerik ezért gondoltam, hogy ez egy tökön nyomatékosítás lesz, hogy ezt vágják úgyis és akkor, ja, hogyha mondjuk ilyen értelemben mondod akkor már is más színezetet kap az, hogy mi az, hogy place on earth hogy heaven is a place on earth, vagy így egy ilyen Pláne, igen, meg, meg ezzel az intenzitással, meg nyilván üvöltve fel, basz, meg ugyan Igen, meg és meg... hát nyilván tudod, ez a tipik, izé, <coughs> demokrata, nem tudom már, hogy az úgy van, jó, persze, közö a az egész, <coughs> és akkor ennek egy ilyen, én Ó, úgy éreztem, a... hogy egy ilyen jó, jó ez megerősítés ez... Figyúcs. Um... Andriska, ha már itt előbb feljött, hogy a stringpullerről, uh -huh, vagy uh -huh. arról, hogyha tudsz egy kicsit mesélni, vagy nem tudom, hogy már mennyire el erről, de hogy, a, hogy ezt az alapot azt ugye ő csinálta. Ő a Andris sovan szól ki az eredeti dobor, vagy az volt, van. és sajnos meghalt ugye így így van. rákba. Így van. így van, így van, így van. Nagyon fiatalon. Hány éves volt az Andris? 22. Üff, és az e nagyon fiatal, e hanem e e mindennél fiatalabb. E ja. Durva, durva. ő volt az, amikor a Béla már beugrózott nálunk, ugye Mityú, volt előtte a fix dobosunk, és amikor Mityú kiszállt a zenekarból, akkor volt az, hogy csináltunk egy olyat, amit így nagyon idegennek éreztünk magunkhoz képest, de már akkor is rengeteg tagcsánink volt, úgyhogy jöttünk vele, hogy Fiam, most már kurva mindegy, úgyhogy beadtuk azt, hogy kiírtuk, hogy dobos keresünk. És tökrös, tudod, ez a tudod, így, ki vagyok én, hogy kiírjam, hogy dobos keresek, mint valami nagymenű zenekar lenne, hogy jöhetsz hozzánk dobolni, de úgy voltunk vele, hogy figyelj, nem tudok más csinálni. Úgy, minden követ megmozgattam, hogy ki tudnék hozni, így a színfalak mögött dobolni, senkit. Úgy jöttünk vele, hogy figyelj, írjuk ki. Ez simán lehet, hogy bazzeg vannak olyan gyerekek, akik amúgy tök tehetségesek, uh -huh. tök jó izék, csak, csak van, nincsenek benne a körforgásban. És jelentkezett egy csomó ember amúgy. És Andris volt az, aki, mint kiderült, amúgy kurva egy TSO fan volt, és itt tökre vágta, hogy zé, miket csinálunk, tökre értette az egészet, hogy, hogy mi a mondani való, mi történik, azt is látta, hogy mi amúgy, miket hallgatunk, és amiatt, hogy áll össze a zenés. nem tudom, és megcsinálta, ja, izét raktuk ki, a Fear számunkat raktuk ki, hogy ezt a számot, vet fel, hogy eldobolod, mert abban a számunkban rengeteg féle van, tök nehéz eldobolni, Aha. és úgy jöttünk valaki, ha ezt eldobolja valaki faszán, akkor, akkor már a többi is meg sok, sok jelentkező volt? Voltam úgy egy csomó, tök izgi jó, volt, jó, tök jó, jó. egy ilyen tök, tudod, ilyen nagyon weird volt, hogy, so, hogy én az meg itt tényleg így kik vagyunk, így nem a Metallica, amikor a truhi vagy, tudod, ilyen száz forintot szeretnénk felajánlani neked. De <laughs> és és az, így Andris küldte, és geci durván eldobolt a Fear Waves. Eldob ja igen, az volt, hogy a Fear Waves meg még valamelyiket, amelyiket akarod. És amúgy már nem is emlékszem, hogy mit dobolt el, mert annyira durva volt a Fear, hogy így bazdik, nagyon jó. És amellé még csinált valamelyik tiesó számot, és, és, azt sem emlékszem, hogy valamelyik konverts számot is eldobolta. Aha. És így, aha. Mondtam, hogy gyerekek, akkor nem volt nekem kérdés. így ő, nekem így ő, ez a srác. És akkor ugye elhívtuk, akkor jön dobolni. Hát ugye, amikor, amikor, ő utána meg is lehet, hogy akkor ő lesz a dobos, nem tudom, akkor utána nem sokkal egyből, hogy jött, akkor veletek koncerteztünk. Igen, többet. igen, 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 igen. Szóval ti már egy... emlékeztek rá, úgy milyen vég... volt ő az elején. Végig örjöngött egy izét, a, szó, itt ült mellettem a buszban, amikor ment Szolnoki váróterembe játszottunk. <laughs> jó, jó, És Úr mentünk Isten, vissza, és izé... Azért... Az... Azért... 150 kilós szar, hím szar. Nem akarok túlozni, 1500 <laughs> kilós. Az ott volt. a vezető, fűszarvas. ugrat Szerencsétlen gyerek így mellettem, azt így hallgatja, hogy örjöngök. Úgyhogy akkor volt 17 éves, vagy nem tudom, ilyen Igen, ott egyből mély víz velünk. Egyből az meg. Tehát, <laughs> izé... És akkor ő, ő csinálgatott ilyen izéket? Ilyen, ilyen Utána alapokat? volt. Tehát ő, 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 ő szóny, bekerült 17 hogy... évesen zenekarba, vagy 18 valami esmi, 17 10 mit tudom Én nagyon, nagyon-nagyon fiatal volt, és ö, borzasztó. Tehát, egy annyira jó lelkű, annyira jó gyerek volt, ez eszméletlen, és még nagyon kicsi volt, és tudod, ez a szaró ez a tipik, tudod, ez olyan, még fiatal és ártatlan, és akkor ö, és így tudod, ez a, elkezdte érezni, hogy milyen az, amikor olyan embereken mozog, a, akik így olyasmi, olyasmi zenét hallgatnak, olyan gondolkodásúak, olyan nem tudom, mint ő, és amúgy meg abba is csomószor gondolkozom, hogy mi lehetett neki az, hogy, hogy amúgy ő nagyon szerette a TSO-t, tehát úgy jött be a TSO, hogy amúgy ő igen, tehát az meg még egy ilyen plusz Én dolog lehetett. Hát. Mindent, mindent. És jött, terüli. és, és hát, bazd meg, hát ismertette is így Kúra jó gyerek volt, nagyon aranyos volt, iszonyatosan tehetséges volt, és akkor került be zenesuliba, ahol ö, elektronikus zenét kezdett el tanulni, Aha. és akkor ő már csinált, mert amúgy az is, ami miatt mi így ö, nem csak így a zenekarban lett így nagyon, tehát nem csak a zenekar részes lett nagyon Andris, hanem hogy velem meg egy picit egyen jobban, mert hogy ugye én repzenét hallgattam, és ő is nagyon szerette a repzenét, plusz elkezdte az elektronik elektronikus zenetanulást, amit én szintén nagyon szeretek, és amiatt mi így rengeteg dolgot nyomtunk így külön a TSON kívül is így zenébe, így dumáltunk erről arról, amarról, és már kitaláltuk azt, hogy csináljunk valami rap projektet. Úgyhogy soha nem csináltam én saját repet, végképp nem volt zenekar, se előttünk, tehát semmi. Jó, ö és kitaláltuk, hogy csinálunk egy, egy ilyen külön projektet ketten, ahol ő csinálja a biteket, én meg nyomok rá valami ezért szövegem úgyis mindig jön 500 millió csináljunk egy ilyet, és ö, amúgy az a legdurvább, hogy volt egy szám, amit fel is vettünk amire én is nyomtam, ő is nyomott, Reppet is nyomott rá ö, de az, az sajnos az enyészet volt, az a számítógépén maradt és az Aha. Az soha nem fog világot nem. látni, pedig nagyon durva lenne azt meghallani, hogy az, az, az milyen lett, még akkor is, a szar, akkor is így, azt így megcsináltuk ketten. Szóval, hogy mi, mi azt ténylegesen elkezdtük. Tehát Andrisnak volt egy csomó ö, beat, beat kezd, van olyan, hogy csak egy kis téma, van egy egészen, van egy, egy, egy loop, van egy bármi, és én ezeket szerencsére akkor már elmentettem magamnak. Ezeket a, a bíteket, amiket ő csinált, hogy majd abból csajunk közös projektet és hát közben jött nyilván a betegsége, aztán nyilván sajnos ez el is vitte, ugye, viszont én megtaláltam ezeket a bíteket. De az meg a string a, bazen, én... Én vagy a bítje, az meg az így nem vagyok nagy szakértő, nagy. de, de hogy, szerintem az ilyen nagyon-nagyon erős. Nagyon. Nagyon kibaszott Ilyen bítek, ilyen, ilyen uh... És ebből több van még amúgy. Van még. És ezeket tervezed még? Úgy van, hogy kérlek szépen a podcast intrója, az szintén egy Az is, is az övé? Így van. Tényleg? Mert úgy voltam vele, hogy amikor megtaláltam ezeket a bíteket az egyik külső meghajtómon, az összeset fel akartam használni, hogy legyen, hogy, hogy még mindig fenntartsam az ő munkásságát azzal is. És alatta meg Na bárlik Ez <laughs> szóval, nem túl Igaz, jó szóval, a, valami. Szóval mert... a podcast intro az egyik legkedvencebb <laughs> dolgom ever, mert az, 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 az két Andris, az benne van és imádom. Ö, szóval ja, tehát hogy mindegyiket igyekszem felhasználni. Az a baj, hogy, vagy nem baj, de hogy az, hogy, hogy ami a String Puller beat, az volt az egyetlen olyan, ami egy egész szám. Aha. Full készre azon kívül ilyen beat kezdemények vannak, vagy loopok, -ok, és akkor azért van a podcastos. Mindenképpen fogok azokkal is valamit, valamit csinálni. De én nem, amikor először hallottam a számot, akkor ugye én nem vagyok annyira jártas ebben a stílóban, nem tudom, mm. ilyen klasszik hip-hopokat vágok, vagy ilyesmi, de hogy így, hogy így uh, nyilván tudtam, hogy Andris Kával az a konnekció, de hogy így, 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 így szerintem kurva jó vállalás, hogy ezt így ráraktad a, a lemázra. Mindenképpen és nyilván kurva jó emlék neki és, és amúgy az a Dürerben, a lemezben mutatón, aki ott volt, az biztos átélhette azt élőbe, szóval az egy ilyen szívszagató ügy volt baznak, hogy hogy, 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 gyakorlatilag itt belecsuklottál, miközben mondtad ah. baznak, szóval, hogy, 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 ez a hardcore igazából bazd meg, hogy, hogy, egy ilyen real momentum ott így megtörtént, szóval az, az Úgyhogy egy repszem pont szám, ez a lényeg, hogy nem az, hogy most milyen nyomsz, hanem... És hogy... bazd meg az, ne. a fél terem sír, ja. meg pedig. Van, aki azt se tudja, hogy, 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 ja. hogy milyen csávó volt, hogy nem is ismert, ez, meg a respekt, hogy ezt így rátoltad. Mindenképpen, mert amikor az volt, hogy, hogy, hogy négy számot eredetek, ez aztán lett hat, és akkor én akkor elkezdtem bővíteni a szövegeket, és megírtam még egy pluszt is, ami így beszúródik, tehát az nem volt az eredetiben, amit mondtam, hogy egybeírtam meg, és akkor mondtam a többieknek, hogy figyelj, ez egyikre se menne rá, viszont ö, én otthon felnyomtam a a bítjét, és bekültem a többieknek, hogy figyelj, csátom egyet. egy ilyet. Mit szóltok ez? Tudom, hogy tök más, mert hogy full trash metal az meg ez a TS hólem, ez a legújabb, de hogy mi van, hogyha ezért rárakjuk ezt? Mert Sinan. A szöveg az, az nagyon viszi. Vélyt tehát az, a lemezen lesz. is van, az meg izé hip hop így, így van. van. Hát, tehát ezért is igen, mert az mindig, mindig is egy ilyen átjáróház, ez a hardcore szintén, én ezért szeretem, ezért érzem ebben otthon magam. És, és akkor bekötöm a többieknek, mondom, figyelj, ez Andriska bítje, és én ezt felnyomtam rá. A szöveg miatt nagyon belepasszol a lemezbe, plusz így Andris is részese lehet az új télsó anyagnak. Mit szóltak hozzá? És és tudod így mindenki azonnal, nem az, hogy jó, 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 vagy így, hanem mindenki így vagy. Szerintem az koncerteken az óriásit fog menni mindig, már. És igen, és nagyon gondolkoztunk, hogy elnyomjuk-e, és mondom, fi, próbálj meg, nyilván nekem be fog korpadni a homlokom, hogy ezt hogy fogom elnyomni, de tötrötrö, de hogy itt tök és, és azért szerencsére ugye volt azért az egy-két koncertünk, és szinte mindegyiken elnyomtuk, és tök jó volt de a lemezben mutatom volt a legdurvább. Tehát ott, ott az tényleg ott, ott, nem, ott sajnos, vagy nem sajnos, ott, ott nem tudtam visszafogni magamot bele, is csuklottam, ott tényleg nagyon átjött. Viszont jó volt látni, hogy, ja, az, hogy azért érte így volt de is mindenki, hogy az hogy így miért volt, volt a Figyelme, és a, volt -e a Grief Eater igen. Hogy az, most ez lett csak a fejembe egy ilyen, Igen. Egy ilyen hülyeség, de hogy, hogy, hogy a Andriskának a, a eltávozásának a lezárásához van-e köze. Persze, amit, de hát ezt mondtam is hogy neked, a, tudod, hogy, hogy az a szám az azért is grief eater, a mert hogy a gyász hogy, de az hogy volt az elkezdő hogy hívják, és akkor ez a String Puller, ez volt az, ami végül is egy lelet, amennyire zárnia. Igen, azt, azt a számot azt akartuk, a Griffith-ot, azt akartuk már nagyon régóta gondolkoztak rajta, uh -huh. hogy mindenképpen meg kellene csinálnunk uh, egy számot Andriska emlékére. Uh -huh. És utána jött ugye nekünk még az Orbán Feri barátunk is, akit ja, nem tudom, hogy vélécsülni, de hogy nem, persze, nem Orbán is. Feri. Ö, tehát az is egy ilyen iszonyatos, ja. brutális, uh, durva dolog volt, hogy, hogy ő is elment, meg ugye nekünk, ahogy már ezt egyszer említettem, volt a Kovács Tomi, aki az eredeti gitárosunk volt. És ő, is. ő is közben elment, és, az meg, tudod, ilyen három ember kettő a zenekaromban Aha. volt, egy meg ilyen testvérzenekar, mert az Orbán Ferivel én azóta ismerem, hogy még volt előtte egy metalkor zenekara, uh -huh. akiknek már akkor is én a logót. És ő, hogy... ő is tegyük hozzá egy nagyon-nagyon fiatal volt. Iszonyatosan fiatal szóval volt az ő az szóval is. A 30 at se töltötte még. Na, hát 30 volt, azt hiszem, de hogy te ő is tényleg ez a, a szemőpont veled volt egy érted egy évvel idősebb. És... Szóval egy brutális volt, akkor három... Plán, akkor -e nagyon fiatal volt. Ja, ja, ja. Szóval három ember ment el, az meg egy ja. nagyon rövid időn belül, akik iszletesen közel álltak hozzám is személyesen, a zenekarhoz is, az egész szintérhez is, amin belül mi mozgunk, és akkor voltunk úgy, hogy na most hiszen a tényleg egy olyan számot, ami nyilván főként Andris, mert Andris miatt akartunk egy ilyen számot írni, de közben jött az is hogy a Tommy, meg a Feri, és, és az, az egy, az, egy, ilyen elvesztős szám volt, amit nem mertünk soha játszani azóta élőben. És nem tudom, hogy valaha is elmerjük-e játszani, mert az, az, az abszolút azt jutatja eszünkbe, hogy Aha. nem csak az, hogy mint a String Puller, hogy Andrissa csináltunk, de ott a, a, a pullernek van egy, nekem van egy ilyen nagyon pozitív töltet. igen, egy is. Igen, igen, igen. Viszont a Griffithör azért Anna. nagyon durván lehúzó. És azt, azt nem tudom, hogy fogjuk-e valaha is élőbe játszani, mert az tényleg egy ilyen pívány. Hát szerintem az se so baj, ha nem játszátok soha. Nem, nem az valószínűleg nem is fogjuk, az van, tényleg igen. egy olyan, hogy pí, az, 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 az nagyon komoly. Na figyelj, elárulom, hogy én melyik számot választottam. Igazából rájöttem, végig kellett hallgassak mindent, ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mi a kedvenc számom, és nagyon, nagyon közel volt. Egy van másik kedvenc -e? száma. Mit? Van kedvenc számom? több sok kedvenc számom aha, van, csak hogy melyik a kedvenc számom. Ez a Sky Pusher. Nyilvánvalóan yeah, yeah, yeah. Ez, egy, ez egy annyira kibaszott jó szöveg, és annyi minden van benne, ami kurvára tetszik, és nagyon inspiráló, és nagyon kurva jó, de egyszerűen a legjobb rész a Just Keep Talking, You Rat Fox. Az bazd meg, egyszerűen egy akkora pecsét bazd meg, hogy emlékszem, amikor a Fishing on Orfűről jöttem vissza, és akkor, akkor itt állt ki a hírált. És baz... de decemberben jött ki. Az decemberben az, jött ki? vagy valami... 8 december. Akkor kaptam CD-t, azt a tudom, a és akkor még és kocsiba be, és az úristen, mondom, egyrészt, hogy szerintem az a egyik legjobban szóló lemezetek, uh -huh. ki, vagy számomra, imádom, uh -huh. nagyon-nagyon-nagyon, nagyon, főleg a, az ének, Kis jocó. Nova Prospect. Figyelj, az ének, az ott, az meg, én nem tudom, hogy mi történt, de hogy ott annyira mocsadék, és közben meg iszonyat, tehát nagyon-nagyon jó helyen van, nagyon vastag, nagyon, tehát borzalmas tényleg az egész, És ez a szám, ez meg, úgy, ez a lemeznyitó, vagy a, az a... Az, nem az első a, első amit kihoztunk. Nem a lemeznyitó, de azt hoztuk ki először egyébként a lemezra. Lemeznyitó, ugye a Hawks. Igen, igen, Egyszerűen, igen. A az, Úristen, az, az ké, is később, az később is lehetett a volna a választásom. <laughs> igen. De hogy ez, erről a számról mesélj már, hogy egyrészt, hogy a Sky Pusher, az mi, 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 mire gondolsz itt a Sky Pusher? Vagy ez, ez honnan, emlékszel le, oszor... le, hogy honnan van ez a Sky pusher? csak úgy, Valahogy. tehát ugye már mivel a 2015 óta csak ER igen, igen, végződő igen. ami megszemélyesíti az összes számot és az át legalábbis, tehát én ezért csinálom ezt, hogy ER a vége, tök jó, hogy nekem nagyon tetszik, hogy egységes mindig, plusz attól hogy mindegyik egy cselekvőt nevez meg ez számomra mindegyik, nagyon nyom, mindegyik szám nagyon nyomatékos uh -huh, hogy uh -huh. mindegyik egyel így nem az, hogy ilyen az a címe, viszont mindenkinek van ugye alcíme is, amik így nincs, nincs fent ezeken a faszomizé streaming platformokon, de hogy az artworkben mindig fel van tüntetve, hogy van amúgy alcíme is, ami egy ilyen tipik, vagy nem az, hogy tipik, csak egy ilyen tradicionális szám cím, de hogy az a, a főcím az mindig egy cselekvőt leíró szó, ami által számomra sokkal nyomatékosabb lesz az összes dal. Tehát nem az hogy van egy-egy dal, ami erősebb, nekem emiatt az összes szám ugyanolyan értékkel bír, ezért találtam ki ezt a szám címes ö, sablont, és a, a Skype pusher nem tudom, hogy, ö, hogy mikor és hogy jött, hogy ez legyen a, a, a cím, de hogy, ahogy beszéltük, hogy mindig a notes-ba felírok egy csomó mindent akár egy szám címet, tehát emiatt ugye nagyon sokszor írok fel, ö, az nyilván a TSO-s jegyzetben megy külön, hogy R er végződő szó, mindig fel, rengeteg R er végződő, tehát egy, 53 szemcím van már most szerintem a, a notes ban e, ami miatt ez a skype nem tudom, hogy honnan jött, meg nyilván egy faset, nincs ilyen szó. E, lesz, nem kúr, De leszoktam szar, tehát soha nem érdekel. Nyilván nyelvtanilag. Tehát egy, tehát nyelvtanilag Nagyon ne jó. legyen szar, de nem kell, hogy létező szó legyen. Az nem szokott érdekelni. Mert hogy érted? Szövegírás, ö, versírás, fikció. Bármi. Persze. Meg. Ez azt egy, egy művészet, lesz. tehát azt sem, amit akarok. Uh, és, és itt azért van, mert hogy uh, just keep talking, you red fox, I keep pushing towards the sky. Tehát, hogy az az I keep pushing towards the sky, ez az, hogy, hogy egyáltalán nem érdekel, hogy milyen rossz szakaróak vannak, akár a szintéren belül, akár uh, tovább vezetve oda, hogy... Na, a, erre, ben... erre, voltam már egy kicsit kíváncsi, hát hát hogy, van-e van -e, hát az van -e benne minden ilyen olyan, ilyen az belülé... meg. Röcsög, hát, ő. tudod jó Tehát ez a típik, az meg. Mert Csak, nekem, amikor, hallottam ezt a, ezt a mondatot, hogy just keep talking, Red Fox, hogy a, ugye, mert itt, itt az, az, sok mindenről van szó, ja. CCTV, meg digitális Igen. élet, erre a az életed, mondtad tudom Igen. én. De valahogy mégis nekem így, így, így ez ugrott be először, hogy, hogy ez, ez inkább így a rossz ö, ö, szól inkább ez a... Igen, ez, nagyon, Dumá, so, ez viszont nagyon sok, katkánya. nagyon sok féleképpen olvasható ez a szöveg. Ja. Tehát sok minden van benne. Van benne az, hogy CCTV, az, az hogy ez a... Ö... Jó, az mindenünk nyomva, nyomon van követve pinára. És, és akkor tehát ebben benne van a, 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 a social media, ö és az, hogy akik ezeknek, tehát bármelyik ilyen Facebook, tök mindegy, akik ezeket vezetik, hogy mennyire amúgy tökre nem veszi észre a legtöbb ember, azt hiszik, hogy ez csak egy ilyen tök vicces dolog, hogy én felrakom a öregítő effektes képet, ami röhögünk, ezért teljesen mindegy, hogy ezek mögött mennyire durva adatgyűjtés van, és, ez, és nem tudom, meg, meg nyilván a, amit mondtam, vallási, politikai, bármilyen vezetők, tehát hogy, hogy ez az összes ilyen akik azt hiszik, és sajnos legtöbbször ténylegesen vezető pozícióban lévő emberek, azok azt csinálnak velük, amit akarnak, és ez ugyanúgy megvan, ez a, a szintéren belüli, akik kinevezik magukat, majd én megmondom, és ha én mondom, akkor úgy van, és ha én mondom, hogy ez a zenekar szar, az viszont jó, akkor annak úgy kell lennie. Ez ugyanolyan, mint a social media nagy cégek, mint a vallási vezetők, mint a politikai, én ezt mind ugyanannak tekintem. Csak egy másik szegmense. felülete. Aha. Igen. És az a szám, ez az összesre kitért. Tehát egyébként tök jó, ezt mert ez, 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 igazából egy ilyen TSO remek mű. E igazából összefoglalja azt, amit az összesben mondok, tehát ebben mindegyikről szó esik, ugye a CCTV, tehát a, amikor az Icebreaker kijött, és mentünk utána a harnsville turnézni, akkor már ezt a pólót vittük, ahova már benne volt ez a CCTV-s design, ami ugye a szövegben is van, hogy uh, White doves circling around shitting all over your cameras, vagy a fehér galambok, amik ugye a szabadságjelképei azok a CCTV-s megfigyelő kamerákra szarnak rá, és hogy, hogy ez egy ilyen iszonyatos metafora erre a mindenre, hogy a szabadság elképer rászarik a megfigyelő rendszerre. Igen, igen. igen ez a design igen, azon a pólón, ugye. ami volt a CCTV-s, és hogy a CCTV-s, erre kitáltam egy ilyen plusz anagramát, hogy a Corruption, Chaos, Tragedy, Violence, hogy ez volt a CCTV, vagy még egy ilyen plusz. A... és szóval rengeteg ilyen U, design és szöveg, és nem je, tudom. Úgyhogy e, ugye ez a skype szöveg, ez nagyon ebben van, és a, nyilván az a része meg, hogy just keep talking with red fox, I keep pushing towards the sky, ez meg az, hogy bármennyire ugathatsz, akár a social médiás, akár a valós, akár a politikai, akár a szintéren belül, nyilván itt inkább a szintéren belül, mert az még jobban vonatkozik. Mert megint túl sokat pofáztam, és nem vette tovább. Ö, szóval, hogy itt nyilván, mert a zenekarra egyel hamarabb ö, jön rá a szintéren belüli megmondó emberek véleménye. És akkor ezért volt az, hogy hogy jóval lehet itt ugatni bármilyen kibaszott fasságot, ö, nyomjátok csak én viszont Facebookon, tehát engem ne, Facebookon meg ahol akarjátok, engem nem fogtok visszafogni azzal, hogy te megmondod, hogy nem tudom, én megyek, tehát hogy I keep pushing towards the sky, -er. igen, hogy én megyek bazd meg felfelé, és nem az, hogy fel a, a, az első helyre, itt nem ez a lényeg, hanem hogy engem ne fogjál vissza abban, hogy én kitejesedjek önmagamban, meg a világban, amiben én élni akarok, nekem abban ne szóljál bele a fasságaiddal. Bármennyire is ugatsz, ugassál, én akkor is megyek, megyek én előre. Is ezek az ugatások a Facebookon, ö, ezek általában mindig egy ilyen valami olyasmi, ilyen, ilyen uh, jelenség, hogy így így megpróbálják bizonyos, egyének, akik megpróbálnak így beállítani téged, mint hogyha te egy kókler lennél, és most így lehúzzák a leplet, nem az meg rólad, hogy így Igen. annyira sem értelme nincsen egésznek, ahogy van. Na jó, hát ez így, így értem. Szóval Úgy, hogy ez a, ez a Just Keep Talking Red Fox, hogy... Meg arról nem beszél, hogy a Skype -er, az egy elleképesztően uh, a brutális fő, szám. Borzasztó. Terem. Igen. Úristen. Igen. Az, egész, az az egész lemez óriási, de, de ez a track az így Jézus. Azért is hozt, az, azt hoztuk ki, szerintem az volt, a, az, volt az első single, amit kihoztunk, mert ott, ott pontosan a szöveg miatt is akartam ezt először kihozni, hogy az tényleg minden, amiről a TSO szól. másik szám, amit akartam még a, a most nem fog eszembe, de elfelejtettem felírni a, szám címét, amiben a Badom Fida. Ja, Jaj, a, a Pretender a végén. Hát az Pretender. meg szintén inkább, ö, ott az meg még inkább azoknak szól, akik ö, Ugye Pretender a szám címe, tehát, hogy a, akik... Ez a bottom feeder, ezt, ez az óriás, ez a mondat, take a look in the... Take a look in the mirror. Slipping Igen. Out. Az emlékszem, a, a akváriumban játszottunk együtt. És, és akkor játszottunk és mondtam neked, hát, hogy ezt hallgass meg, Mondom, mi ez a Isten, szám. Isten, ez mi ez a... Ez <coughs> <coughs> Jézus, hogy szót nem értettem belőle, mindent eljöttem. Nagy nagyon, szeretem. Szi? Nagyon szeretem azt a számot. Nagyon jó, a az, is, az, a szöveg is nagyon jó. Meg az Igen. nagyon-nagyon jó. Igen, is is és szereg. akkor ott van az, hogy uh, take a look in the mirror, meg hogy, uh, hogy the face of a coward is a back of your head as you run in a way. Szóval, hogy, Aha. hogy Fordítsuk már le a hogy a, a, a tehát egy, a coward ugye a, a cavern az a, 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 yeah. a gyáva, ember, és egy gyáva embernek az arcképe, az a, az a te ö, te tarkód, mert hogy egy kibaszott gyáva szar vagy, és inkább elfutsz az elől, hogy megbeszéljük a dolgokat. És Persze. ezt én egy tök jó metaforának, sőt, ez nem is metafora, ez, ez konkrétan egy, egy kép, hogy az arcképe a gyávának az a te fejednek a hátulja, mert hogy te nem nézel szembe a dolgokkal, nem inkább mész, és csak a fejed hátulját látom, és az az arca a gyávának a te fejed hátulja. Szóval, hogy, igen, és ez, ez szintén sok, sok olyan, ez egy picit személyesebb dolgokon alapszik, mint ilyen, mint ilyen általános mindenre vonatkozó világnézetre, hogy rengeteg embervel kellett csalódjak, sajnos, és ez mind az összes ilyen érzetből íródott, hogy uh -huh. mennyire szar ez, hogy ebből áll, hogy lehet ugatni, meg nem tudom, de amúgy meg normálisan megbeszélni nem lehet. Sajnos. Hát, egyébként nem, sajnos, szarok rá. <laughs> meg. Van még valami neked bármi itt a Skype-os ernél, amúgy amit. amit Ö... A skype még talán abból lehet érdekes, hogy ott van egy olyan betét, ami egy kicsit ilyen, ilyen repes flót hoz, ami az első olyan volt, hogy, hogy ott, egy, ott egy olyat nyomjak fel, ami tényleg, tényleg egy ilyen rep fló, ami, ami tökre nekem egy ilyen újítás volt technikailag. A középső rész. A, -dü -dü -dü. És akkor ott, ott konkrétan az egy rap flow egy van. Az És, és, a, és, arra egy, egy rap flow van. A szöveg, az pedig kérlek szépen az egyik legelső szövegem volt, amit annó no 2000 Hat. Komolyan? Van. Az van a, annál a c részt alatt. E, a, a, an, annak az alapjai van egy picit nyilván feltúlva, kurva régi Egy nagyon nagy. Az egyik, el, arra nagyon ez emlékszem, hogy az volt vagy... az, az egyik első, amit meg akartam írni, hogy legyen jelentése, hogy ez a, a CGI Tanks Fighting Igen. Wars, tehát, hogy ez a, hogy a digitális világban háborúzunk már, meg hogy. Ja. Tehát, hogy, hogy, az, az már, az erre nagyon emlékszem, hogy az az, az és egyik és akkor első szövegem volt. Jutott, hogy ezt oda be ah, Ahogy azt soha nem használtam fel. Csak megírtam csak annó, volt, de nem lett belőle éve. semmi. És azt, uh -huh. azt nagyon szeretem a mai napig, hogy, uh -huh. hogy ilyen van. Hogy így... Rap. Ugye, arra oda... nekem nem annyira jött, amúgy, nekem nem annyira egy ilyen nem, nem, annyira ugrik be a rap annál a résznél. De értem. CGI, thanks, finding... Jó, jó, yeah, értem. Hát, load. mert Ja, olyan. Hát olyan. Nyilván, tehát pont ez az, hogy nyilván nem rap, de hogy, de hogy azért egy arra hajazó flow az, az, egy, az egy olyan. Ugye kettő négy dob, izét, és, ott az már, már, már egy olyasmi volt, hogy, és azért is hoztuk ki tényleg azt a számot, szövegileg is nagyon-nagyon-nagyon sok mindent el, meg zeneileg is nagyon színes. És azért gondoltuk, hogy kihozzuk ezt először a lemezről, mert ezen minden Na, van. ott volt már. Jó, bazen, az a C részes riff, az emlékszem, az is hogy hallgattam a kocsiba, és ez a, az a ritka pillanatok egyik, amikor ilyen, ilyen féltékeny vagy egy kibaszott riffre. <coughs> az a 0-1-es A azt... A makói, megírta. <tos> <tos> no, ugye, végére arra gondoltam, hogy dumálhatnánk egy kicsit az icebreaker-rel, ami aha, ugye aha. most fog jönni. Az, az mikor jelent meg a, 2015. 2015, és azt most, tudja, most kiadjátok újra. Most mindjárt 7 óra van, úgyhogy az azt jelenti, hogy éjféltől kint van. Ma éjféltől van 24 kint. 24-én És ez ilyen van. fizikális? Nem, nem, volt, fizikál nem, fizikálisan nem hozom ki, mert... Ö... Az majd ide vagy, hogy ö, mi, mi, mi történt az előző, mi volt a baj az előző verzióval? Mi volt a baj? <laughs> Ezt volt, hangján hallom. Mi volt a baj? Jaj, jaj. Én... Szóval, vagy bocs, mondjad, szóval nem lesz fizikális? Ja, nem, nem lesz fizikális, mert konkrétan ez az egyetlen egy olyan lemezünk, aminek olyan fizika, jó nem, mert a legújabb az Exodusnak is ugye ez a fizikai Ebből, 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 volt bakelit, nekem van is. Ebből van, tízincses bakelit, ebből van fekete, és van electric Mind a kettő megvan. Tehát brutál, és volt is kazetta is, megvan. és abból is volt átlátszós kék és fehér, tehát hogy az ilyen ez volt a leg leges, legkirályabb kiadvány, mert hogy Éreztük akkor, amikor csináltuk, hogy ebből viszont tényleg olyan kiadványt kell csinálni fizikálisan is, ami ami ilyen nagyon, nagyon fullos, mert ez az az anyag. Igen, meg akkor volt szerettünk a, a HMZS turné, nem? Utána jött akkor egyben, ha. a HMZS turné Monster is, vagy az nem? Hát az már, nem nem a faszom, faszom volt. tudja, az a Monster az nevetséges volt. Tudom, Tehát, de hogy, hogy, hogy akkor azért volt sok mindenség, ami történgetett akkoriban, nem? Jó, jó lett volna, és mindegyik így mellé ment. Minden ha, mellé ha. ment. De ez a lemez is. Tehát nem jött olyan szinten, mert azért hozzuk ki most újra, mert igen, nem, nem, az, megmondom hogy nem az egyik legszebben szóló ö, lemezetek. Hát persze, hát akkor, még, akkor még azért tehát nem voltak rajta. hozzá olyan, olyan, ahogy ezt mit tudom, írtuk is, nem, tehát nem volt ott tapasztalatunk még. Azt, hogy az első két lemezünk annyira geció az azért van, mert ugye a simia, hogy beszéltünk, Simi tehát, tehát ő neki, tehát ezzel foglalkozott. És a kezdve, ő akkor még vettünk fel vele még, és akkor utána jött az, hogy valaki azt mondta, hogy vegyük fel itt, meg kevertessük meg vele, meg ízéskoz, nagyon jó lesz nekünk, hát mi meg, érted, pár nem volt, nem volt már meg az ember a zenekarba kivágtan, hogy... És azért az és azért nyilván elhittük annak, aki azt Értelem, mondta, hogy ha ez itt megcsináltuk, az jó lesz, és ha megcsináltuk, és akkor nem lett jó. Hát most és figyelj, jól. és akkor ez az új, ez egy új mix is, meg egy új master is, gondolom. Én, Tehát én nekem megvan, én elkértem az eredeti stúdiós felvételeket, az a legdurább, hogy ezt a lemezt, ez annyira ilyen nyer. Azért is szeretjük ennyire, mert itt tényleg olyan, mint az új lemez, hogy, hogy itt ilyen iszonyat egyben megírva felvéve, nem tudom, csak nem profi körülmények között, ugyanúgy a próbateremben, csak akkor még te voltál a régi próbateremben, ahol igen, a igen. palikáika volt, musább, ez és ott tettük fel a dobot. Yeah. Tehát, hogy ilyen semmi. Ugyanúgy Iván Fidani, akkor már Ja, akkor még a Shell Beach dobolt Danika. Igen, igen. És már akkor volt az, hogy vett magának egy-két mikrofont, hogy ő, hogyha demózik a terembe, akkor az azt fel tudja venni, de hogy semmi. és azt mondta neki, hogy hogyha már egy mikrofont, hogy most írtunk egy lemezt, így négy szám, így nem használnánk a mikrofonja, nem négy fel, csak így ezért semmi. Tehát egy ilyen rettenetes, olyan, olyan nomád körülmények és abba és akkor a felvételbe. És a dobot. És felvette azt a dobot a Dani, mi meg felvettük magunknak a gitárt, meg az éneket. És aztán meg pedig a véve a, nem tudom, ki csinálta azt. Igen, a Szabocs, a, Nadír, a Nadírnak Aha. a dobosan csinálta. Ő és, a, és, akkor most a, Dani Danika keverést. meg újra varázsolt az És egészszer. a Danikának most én, én, elküldtem újra, nekem megvannak a, a sávok, a nyers felvételek, amik nyilván önmagában keservesek már. De hogy úgy voltunk vele, hogy ennek a lemeznek a, a oké, hogy szarul szól, de de annyira benne van az a nyers erő és érzés, amit át akartunk adni, hogy most újra lehetne venni, de az Ez már ilyen. Nem lesz ugyanaz. Nem lesz az a. Kíváncsi vagyok, nagyon amúgy. Ilyen. És, és, akkor, és akkor én ezt megvan, átküldtem Daninak, és ugye Danival csináltuk már felvételeket, már egy jó ideje csinálunk a Danival. Meg ugye azt is mondjuk, hogy a, hogy ő csinálta Így a, az van. Tehát az, ezt akarom is mondani, is hogy a Danival torsod. csináltuk már az énekfelvételeket már a Hirithnél is. Aha. Én a Danival vettem Igen. fel az énekeket. Sőt, már előtt a Blind Messiah ep is. Iván Fidani, Stabborn Iván Fidani Dobos. Stabborn dob, és, és akkor én nagyon szeretek a Danival dolgozni. Nagyon szeretem a Danit, emberileg. Nagyon, nagyon egy, nagyon egy hullámosszon vagyunk zeneileg. Indér. És tudjuk, hogy mi van és, és akkor az Exodus az pedig fullon vele is, nem csak az ének és gitár ment Danival, hanem a keverés és master is. És annyira imádjuk, amit csinált, hogy már ott helyben megbeszéltük az Jó, Exodus Exodus közben. Hogy, hogy de meg. <gül> <gül> és egyből beszélünk Danival, hogy figyelj, ott az Icebreaker, amit nagyon szeretünk, is... Megszerzem a, a, a sávokat Meg geci jó lett az új artworks szóval egy úristen Jézusom. A long sleeve. A... Undorító. Piac. Nagyon-nagyon jó. Nagyon jó az a Terminator Alien. Örülök, hogy bejön, igen. Nagyon-nagyon szeretem. És, és akkor Danival beszéltük, hogy, hogy akkor ezt már akkor, amikor az Exodus vége felé jártunk, hogy akkor amint ezzel kész vagyunk, meg van egy kis ideje, ebben az évben meg kéne csinálni ezt az Icebreaker remaster remix, izé minden, és akkor most meg is csináltuk, és hát imádjuk. Nagyon. És az a különlegessége, amivel ugye nyilván ennek a mai kibaszott zenei trendnek, ami szerintem nagyon rosszat tesz, Spotify-on marketing miatt ugye szingölöket lehet promózni, meg a faszom, és már senki, alig csinál valaki lemezt, vagy ha csinálok, azt is ugye szinglokbe kell kihozni, nem tudom, és tök idegesítő, és... Vagy a ö... az senkit nem érdekel. És nem is hallgat És, és e ez, az, hogy hallgatják. erre neveli a Spotify, meg a TikTok az embereket, hogy minél kevesebbet hallgassák. Ez az És ez így basz az meg. Idő. Amikor főleg, tényleg soval, úgy most már itt beszélgetünk 600 órája, én mindig egybe gondolkozom egy koncepción, tök mindegy hány számra van szó, és az icebreaker volt az első, ott tényleg nagyon egybe volt, és akkor most gondoltam, kibaszok a rendszerre, egy trekként lesz feltöltve a négy szám, nem tudod ellapozni, nem akarod végighagatni, akkor dögölj meg, leszarom. De, Jó, hogy egy trekként egy van a négy Egy trekként lesz feltöltve szép, most. Szép Mert, hogy viszont van ugye a Bandcamp, ami meg egy kurva jó dolog, ahhoz, ahhoz legjobb minőségben fent van stúdiófájlokként a zene, és hogyha valaki ott megvásárolja a zenét, akkor a legjobb minőségben kapja meg, és most úgy sejtük, hogy a Bandcamp-re úgy tettem egy, fel, nagyon úgy voltam vele, hogy figyelj, nem, nem hallgatod végig, szarok rá, De... viszont ha végighallod, akkor nem lapozod el, mert ez egyben adja ki, hogy mit akarunk elmondani, mit akarunk átadni, mert itt a szöveg is, ahogy beszéltük, egybe van megírva, plusz itt a zenék is, átcseng a gitár, már indul a következő szám tehát itt tényleg itt ezt a lemezt, ezt egybe kell meghallgatni, ennek nincs értelme egyesével. Exoduson meg tudod hallgatni, ott is egybe adjuk, hogy mit akarok, viszont ott működnek külön is a számok, de az Icebreaker ott egyben van, úgyhogy etrekként töltöttem fel, 20 perc egy Kulana. szám, és meghallgatod a bandcamp hogyha valaki esetleg megvásárolja, ott megcsináltam egyet, hogy bónusztrekként feltöltöttem külön a, a négy számot, amit nem tudsz meghallgatni, csak ha megveszed, akkor megkapod viszont külön is, tehát hogyha valaki otthon hallgat még zenét, akkor az meg tudja külön is őket a Bandcamp-en! Úgyhogy... Uh, használjátok, meg. én jó. a pengetőimet a bandcamp, bandcamp fedezem. <laughs> hát ez egy tíz éve. Hát meg... Mind a, meg ami bejön, mindig néznem kell, hogy így, hú, mindjárt rendelnem kéne a pengetőt. Mert az... ott a pépára jön. Szóval ez az, egyből, egyből a mehet a is tovább az... semmi. <laughs> meg, meg, ugye én, én, azért szeretem nagyon, azért is szeretem nagyon a bandcamp mert uh, most itt lehet uh, sok embertől hallom, hogy jó, ez ja, izé, Spotify feldobta, hogy similar artist, meg izé, nem tudom. A szarok a Spotify semmi, ad, a, a én olyan zenekarokat találok, mert a Bandcamp, ha megnyitod az appot, azonnal úgy kezdi, hogy, hogy ott, 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 olyan zenéket dobál fel, amiket te már hallgattál, megvásároltál, nem tudom, és az szerint ad fel olyan underground cuccokat, ami... Nem a Spotify algoritmus, vagy <síns> a Fél hányok a Spotify? Gyűlöm. Gyűlöm, hajlandó használni. Ez egy anti-Spotify podcast amúgy sajnos minden részben el Ahhoz képest, hogy ezt a podcast a legtöbben a Spotify-on hallgatják. Hát, Köszönöm Köszi szépen. Kösz, aki hallgatod, <laughs> rohadjál Én meg. Is, de még is vannak, ott is van podcast. Mindenhol van már. Csak ugye mindenki kibaszott a Spotify-t hallgat. Én nem podcastet a podcast is. Mindegy. Átneveljük. Teljesen mindegy. Nem, hát riókat. most ezt próbálom, ez, tehát hogy tökre tetszik ez, amit beszéltünk, hogy a TSO crew, az az, hogy ez az egész közeg, amit, amit próbálunk így nem akarom azt mondani, hogy nevelni, mert, mert ahhoz az egy csúnya szó, de hogy próbálok átadni a dolgokat, amik szerintem fontosak, és hogyha erre fogékonyak az emberek, az tök jó, és ezt próbálom ezzel, hogy most a Spotira is bazd meg egybe töltöm fel, szerintem és szeretném ez átadni jó? ezzel azt az infót, hogy amúgy meg kéne hallgatni az egészet, mert, úgy van értelme egy lemeznek. Nem csak a tiktokos 15 másodperc meg a ja, faszom. Szörnyű, hogy erre nevelik az embereket amúgy. Hogy így, ez minden, rossz. Minél, ja. minél rövidebb, és minél következő info, következő info, következő Végig info. Végig sem Impulzus, hallgatod. Impulszus, impulszus, semmi értelme. Impulszus. Így néz ki, úgy néz ki. És, és oké, ez a mostani világ, csak pont ezért van szerintem szükség olyanra, mint hogy mi most ezt a lemezt egybe töltjük. Tehát kellenek olyanok, amik megmutatják, hogy nem csak az van, ami a legtöbb helyen. Hanem amúgy a szkúról, jó. is meg aki hallgatni. esetleg mondjuk lemaradt az icebreaker az Ja, most, ja, az, az most az hogy is végre úgy hallgathatja meg, ahogy szerintem tényleg. Kap egy dózist. Ja, elég, elég, elég olyan Kira. lett, amit szeretünk. Annyi változás van egyedül, tehát nem vettünk újra semmit, minden úgy van, ahogy volt. Vagy drámkit. Drámkit van el. <laughs> minden úgy van, ahogy volt, csak újra van keverve és masterelve, plusz eddig az outro, az egy ilyen 758 ezer perces hóvihar volt, most az egy picit más lett az négyezer, outro. Most csak 4008. Igen, egy kicsit más vihar, egy picit eh, Covidosabb. Eh, Covidos vihar, eh, nem olyan hosszú, szóval végképp végig lehet hallgatni, plusz van benne egy olyan utalás, hogyha valaki észreveszi, ez is egy szempler egy filmből amúgy, hogyha valaki eh, rájön, hogy mi az, Uh, akkor az elgondolkozik azon, hogy uh, mi már az ice, amióta mondtam, hogy az ice, tehát mondtam, hogy az icebreaker a kedvenc cuccunk, és nagyon régóta gondolkozzunk egy icebreaker 2.0-án, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy egy fország uh, négy szám, de hogyha több vagy kevesebb, akkor teljesen mindegy. Ugyanilyen koncepcióval tényleg egységet alkotó kislemezt fogunk csinálni, és úgy, mint itt ez a fagyos, havas, téli ügy, a témakör az icebreakernél nél itt uh, The Sun Blocker itt egy kicsit uh, más lesz, de hasonlóképpen, és ez az az új outro, az előre vetíti, hogy valószínűleg miről fog szólni a következő Hoppá! Kedves hölgyeim és uraim! Lehet kippelni. Ki a játszottatok amúgy az Icebreaker-ról? Magyarról amúgy így, így, így arról szoktatok? Most igen, a végre. Ezer éve nem játszottunk, és most mondtam, hogy nem, és most nem vagyok hajlandó, hát, akkor a... játszottunk jövőre. Mindenkit. Igen, mert uh, ugye az egy sokkal ilyen középtempósabb, sújtósabb, Igen. Uh, lehúzósabb cucc, és ott uh, a legtöbb számunk pedig gyors, főleg az újak is, hogy egyszerűen trash. Úgyhogy uh, próbáltuk rengetegszer berakni, mint a Pretendert is, amit mondta, hogy szereted. Nem működik a szedben. Yeah. Nem működik, hogy van a gyors és benne egy lassú szám, megöli a flowját a mi flow a bulinak. Ugye, Emiatt sajnos nincsen, nincsenek lassú számok a szetten, viszont az icebreaker van egy gyors szám, az a Coditor, azt játszuk a, a, a lemezeken is, vagy a koncerteken is. Viszont pont emiatt, hogy itt az icebreaker újra előkaptuk, plusz meg fogjuk írni az új LP t ami ennek a folytatása, ami szintén ilyen lassabb ügy valószínűleg fogunk csinálni egy uh, minimum egy olyan koncertet, ahol csak lassú térső Ez lesz. Már, igen, ez már ezt már nagyon régóta akartuk, és most, hogy itt az Icebreaker újrakeverés, itt az Icebreaker folytatás, amit elkezdtünk írni, most eljött az ideje, vagy sem nem most jött az ideje, de hogy be van ütemezve, hogy fogunk csinálni egy ilyen B koncertet, ami nem B, csak egy ilyen A plusz inkább, mint B, mert iszonyat súly. Z iszonyat súly. Lassú ügy. Na jó van, hát köszönjük, hogy elfogadtak a meghívást a saját műsoradba. Annyira köz, hogy itt lehettem. Egy élmény volt. És lesznek még olyan dolgok, amiket szintén érdemes várni, mert meglepetés projektek. Lyrics podcastileg? Jövőre? hát úgy is. Nyomni fogom. Tehát, hogy nem, ez nem egy évad volt. Ja igen, ez az évadzáró rész. Ez az évad záró Bocsánat, rész. ezt nem mondtuk. Majd amikor felveszed az intrót, lehet, hogy bemondod, lehet, hogy nem, ez a te dolgod. De ez volt az utolsó rész idén, és ez az első évad, amit valahogy csináltam, ez a podcast, ez a vége, zárás, úgyhogy nem is lehetne ennél jobb zárás. Mint a nyitást is vele csináltuk, a zárást is. Jövőre ugyanitt. Ugyanekkor. Ugyanekkor. folytatni fogom mindenképpen, de lesznek még zeneileg is projektek, 2022. Érdemes. decemberében, a második évad zárón Makkai Lászlót fogjuk meginterjúvolni. Ketten. Te és elme én kérdezzük. Elment a Lidi néni. Hogy az hogy írta meg? Meg hát a makusztik. Makustik szóló lenne, hogy <laughs> tényleg jó ilyen szoboszlói történeteket meghallgatnék. Mehet. De azt ketten kérdezzük. Mehet. Na jó. Na jó, köz, csá. Hát akkor Közcsen. A műsor az NKA hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával készült. várj, a GoPro-t azt nem indítottuk el. GoPro start recording! Hé <laughs> Ja. Tényleg? GoPro start recording! Oké, okay, na. ne? Sielés közben elég jó. Az mondjuk komoly. GoPro start recording. Nem érted?